korporán, a kabinforán, engem látsz, a rúzsom engem vár. Jön perc voltam, de elég már, a sírom, túrom, ha nem úgy áll. A nevem négyen véste a padba, hát nem szerethetsz mást. Róbert voltam, de rúgi szár, a sírom, túrom, ha nem úgy áll. A nevem négyen véste a padba, hát nem szerethetsz mást. Yeah.
oldalot jártunk, részeg a fámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk el kell, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangdörrem kell, csapán így szólt ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, így éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, ső azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangdörren kell, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartasz karodban, szinte vártam e percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzád, szaporázd a lépeit. A puskám, fogd aztán mennyi már, még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren, hát így érünk véget, és még az sem éltet, soha nem látják rácsok mögött élni az éveit, soha nem látják rácsok mögött élni az éveit, soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király. Wow, jött a lány és csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Valamint három samidő, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, menj be szálas, érettebb dapke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs.
most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olajtengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedűn is eljátszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha több kész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Hadd a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, hadd ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboldott a Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Sziasztok, hallotok engem? Remélem, hogy igen. Várjatok, össze-vissza van minden, el kell vezetni, mert itt most ugye nem billentyűvel leszünk, hanem switchen. Na, már is nézem a chatet, srácok, egy kis pillanatot kérek.
Itt van Karolini Targaryen, Gréti, Amy Hammer, Chassis, Frogpati, SSO Channel, Filip Guganovic, hi, welcome on my channel. El is felejtettem, hogy a Rip Emoji megvan. Így van, 100 tagunk van, srácok, nagyon szépen köszönöm, ez nélkületek nem lenne, úgyhogy nagyon szuperek vagytok. Olvastam, István írta, hogy én most keltem, mert az asszony belázasodott, volt kint az ügyelet, azt mondták, következő két nap dönt a picó sorsáról. Igazából nem terveztem szomorúan kezdeni a live-ot, de azért vagyunk egy közösség, mert számíthatunk egymásra és megbeszélhetjük a dolgokat. Figyelj István, annyit tudok mondani, amit le is írtam, hogy tényleg imádkozz. Ha hiszel Istenbe, ha nem, ez segíthet mindenféleképpen. És amit mondtam, azt mondtam közben a cseten, hogy Isten előre tudja, mit miért csinál. Én szurkolok, hogy a baba és az asszonyod is egészségesen felgyógyuljon, ne legyen semmi komplikáció. Sőt, azt is tényleg megteszem, hogy imádkozunk érted Janával, szoktunk emberekért, és van az imának ereje. És erre most szükséged lesz, és a Mongufta Power-t pedig adják a többiek. Ebbe a játék szekcióban nem tudok Discordon lenni, mert a poké játékoknál mi nem közösség, ott nincsen Discord játék közben. Esetleg, ha gondolod, azt tudom így felajánlani, hogy live után, ha itt maradsz a végéig, egy-két mondat erejéig fel tudunk hívni Janával, mikor lezárom a live-ot, és ő is hazaért. Kifújja magát, meg ilyenek, ha gondolod. Vagy írjál priváton nyugodtan, és holnap válaszolok rá, és tényleg igyekszem tartjuk benned a lelket, István. Nem szégyen sírni ilyen szituációban, amikor Janna nagyon beteg volt, én is sírtam. Úgyhogy tényleg István, tud, hogy mi itt vagyunk veled, és ezért vagyunk egy közösség, ezért Mongufta Family, és nem Mongufta Dév az Isten a csatorna neve. Na, itt van Anna Laura Nagy is, Vénesza úr BKV ellenőr is, X, Lily Summer, Times is megérkezett, illetve Diszti, ne aludjál, hát lehet, hogy te rólad lesz a kezdő elnevezve. Itt van Emese is, most nézem, hogy meglett a 6000 Mongufta, nagy gratuláció Dév és Jana megérdemlitek. Köszönjük szépen, most már ott tartunk, hogy 6015 megvan, és hogyha ez megmarad stabilan jövő hétig, ki fogjuk tűzni a 24 órás live-ot. Hello Arceus, inkább holnap, rendben van, majd egyeztetünk István. Dustin, csókolom, sziasztok. Na, alapvetően mit látta? Ja, ezt megérkezett. Annó mi játszottunk a Shield-el, de azt lekalózkodtam csúnyán, meg ki akartam próbálni, laggoltak a támadások, aki itt volt az emlékszik, laggolt az effekt, laggolt a hang, megsorolhatnám, végig játszottuk, de ez eredeti, használtam vettem, és egy nap alatt kiszállították, nagyon jó árba volt, és elárulom nektek, hogy nekem a Pokémon Shield volt az egyik olyan meghatározó élmény, ami annyira az egyik kedvenc játékom már tettem, még ha nem is valós dologba próbáltam ki, mert nem volt benne DLC, nem tudtam mindent összegyűjteni, nem voltak a legendások az összes benne, és most itt végre elértük, hogy meg tudjuk ezt is csinálni. A Diamondot félig vittük, meg fogjuk folytatni, de én erre vártam, mióta megvan a Switchem, hogy tudjak szerezni egy Swordot. A kiegészítőt azt később fogom beszerezni hozzá, végig megyünk az alapsztorin, startert, azt úgy szeretném választani, hogy mivel a Grocki volt a Shieldbe, ugye a majom, így vagy Skorbani, vagy pedig Szabl, magyarosan Szoble, értsétek a vicces srácok, és majd úgy szavazzatok, közül lehet majd választani. Végigjátszás lesz, igen, méghozzá kiegészítőkkel és mindennel együtt is, tehát először lemegy a sima, utána azt hiszem benne van egy jégsziget, egy harcos sziget, meg még egy valamilyen plusz sziget, 400 elfogható Pokémon. Visszatér Hope, a rángós Hope, ugye? Aki emlékszik, az emlékszik. Aki nem, annak pedig szerintem írtó jó lesz, tehát hogy tényleg az egyik kedvenc játékom. Nem mindenkinek ez a kedvence, mindenkinek más. Van akinek a Let's Go, van akinek a Diamond, van akinek az Arceus. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a szériát. Hát ez hasonlít rám legjobban, de fekete hajom van, de nem vagyok ennyire barna bőrű. Tehát hogy kéne több opció a kezdésre. Több opció kéne, meddig fog tartani, hát gyakorlatilag amíg jön a hazaért, de úgy körülbelül 7-8 körülig, mert most rendeltünk egy kajcsit, és az 8 óra 15-kor jön, akkor már eszünk, jó esetben. Hát nyilván ugyanúgy elnevezzük Mongufta-nak, szerintem a második sor másodikja, azt választottuk.
Aztán úgy fog működni az elnevezés, srácok, kiírtam ugyan egy rögzített posztot, de a starter úgy működik, hogy ha valaki nagyon szeretné, hogy őróla nevezzük el, vagy ő adhasson nevet a starternek, és amíg elérünk odáig, hogy a starter névadása következik, egy szupercsetezik, szupermatricázik, vagy tagságot ajándékoz, vagy tag lesz, mert még nem tag, ő választhatja a startert, aki nagy eséllyel végig velünk lesz. Ezen kívül, ha bárki ugyanúgy szupercsetezik, szupermatricázik, tagságot ajándékoz, vagy tag lesz, akkor választhat Pokémont, amit majd elkapunk, hogy elnevezheti. De lesznek úgyis elnevezések, hogy nem csak ilyen módon, tehát hogy igyekszünk elnevezni nagyon sok mindent pluszba. Azt is elárulom nektek, hogy igyekszem úgy játszani a játékot, hogy ne azzal a hattal, akivel annó a kopit játszottuk, hanem teljesen másikakkal, és kicsit igyekszek ebben a régióban fellelhető pokémonokkal játszani. Indulunk is. Jó-e a játék hangja, halljátok-e rendesen, mert lesznek nagyon jó zenék, visszatér a rocker banda, és még sorolhatnám. Most írjátok, ha valami nem jó halk, nem jó hangos. Halk a játék. Na várjál. Azért kértem. Na várjál. Ez a bemeneti hang lesz. Na, most kicsit följebb tekertem. Javult valamit? A játékon belül max följebb fogom adni, hogyha nem sokat így. Lesz olyan elnevezés, mint az előzőben? Melyikre gondolsz, Arceus? Jobb, de még akkor halk. Én föltoltam most ott max, az számít, hogy a Switch-en belül milyen hangos? Ott is maxon van. Megnézzük még a játékban, hogy tudok-e hangot adni akkor, mert ezek szerint halk. Szia DKG csapat! Most itt az alap bevezető dumákról beszél, igen. Azért nem értem, mert mindent feladtam hangba. Ki van maxolva teljesen, még akkor szerintem játékon belül majd lehet. Ugye itt van Leon, aki most a Pokémon Unite-ba is ellenségként is feltűnt, és megszerezhető is skinbe. A Charizardjával, hogy aki először beírja a nevét, ő akar lenni, aztán azzá nevezed el. Előbb mondtam el Arceus, hogy alapvetően, ha valaki a starterre pályázik, és most beküld egy szupercsetet, szupermatricát, vagy bármit, akkor elviheti a startert, de utána bármilyen támogatás érkezik, akkor fixen elnevezhet egy pokét, és igen, lesz olyan is, hogy csak megkérdezem, mi legyen a neve, és random lehet írni. Ez az egyik kedvenc Pokémon játékom, DKG csapat, nekem is, és nagyon régóta vártam, hogy meglegyen, ez hiányzott, még igaz, hogy régóta van Switch-em, de azóta hiányzott. A grafika, a zene, az egész összhatás nekem az egyik kedvencem, meg gyönyörű, szerintem gyönyörű. Talán fél óra, még visszajövök, rendben, rendben. Na most megnézzük, hogy tudok-e még majd hangot állítani. Ez a szobánk. Bár nekem lett volna ekkora szobám gyerekként, amúgy úgy halkan megjegyezve. Negyed ekkora szobám volt. És egyébként most írjátok, hogy milyen napotok volt. Hogy vagytok, hogy telt a kedd? Igen, kedd van. Megjött Hop! A kis bárányával. Hop az egyik kedvencem. Ott van jó anyám. Vagy Hope anyu, nem ő, az én anyám. Bárány Attila, azaz. Na alapvetően nézzünk egy beállítást. Hát nem látok külön hangosítást. Hali Sakura. Battle Effects, Style, Sandbox. Nicknames, use, autosave. Az autosave-et inkább kapcsoljam ki, nem? Nem jó mindig az autosave. Rendben van István. Nem jó, így.
Nickname, skip movies. Ezt szerintem gyorsíthatjuk a szöveget, rendben. Hát nem látok külön hangerőt, srácok. De le is menthetjük, hogy elkezdtük a játékot lényegében. Várjátok. Nyugi, csak azt nézem, hogy a hangerő itt maxon van-e. Hogyha ezt én nyomom. Hát itt sehol nem látom. Gyerekek, akiknek van switcher. Hogy tudunk hangot adni? Mert hogy az OBS-en én maxra föladtam, és a halka játék az elég szomorú. Vagy nem annyira halk? Tehát azért kérdezem, mert nagyon azt írtátok. Ma írtunk dogákat, feleltünk, és még csodálkoznak, hogy fáj a lábam a stressz miatt. Igen, nem jó dolog, hogyha sokat stresszel az ember, ezt aláírom. De szép nagy konyhánk van, itten, vagy ez a szobám, van egy Eevee-s poszterem, van egy tévém, egy Pikachu-m, itt a tatyóm. Nem halk, jó rendben. Megint kezdek egy mélypontra esni, nem érzem sehol igazán jónak magam. Mi történt, Chessy, mi okozhatja ezt? Nyugodtan lehet közben megbeszélgetjük a dolgokat amellett, hogy játszunk. Rendben, most már megkaptuk a mapot. Szia Gulyás Dóri, ugye az okos rotom. És akkor itt kezdünk, innen fogunk elmenni, és akkor itt végig fogunk menni a részeken. Elméletileg a plusz szigetek, azok meg talán valahol majd oldalt lesznek. Az egyik városban van egy NPC, akivel beszélni kell, akár egy tárgyat, utána lehet hangot változtatni. Na, melyik városban emes ez? Jó tipp. Olyan okos vagyok, hogy nagyon fáj a torkom, erre hideg italt iszok. Szia anya, elmentem itthonról. Tegnap gyakorlat volt, és csak az első buszállomáson hagyott, a másodikkal mentem. Első busz a buszmegállomáson hagyott, de miért nem tudtál felszállni? Motosztók, az nem tudom, hanyadik város. De figyelj, végül is nem lesz bajod tőle, Pati. Itt egy bugyú, aki egyből mondja, hogy bugyú. Na, gyere, hó, barátom. De azt régen tudtam volna, hogy lehet gyorsítani a szövegeken. Igen, Hope-nak a báránya nem a legokosabb kés, nem a legélesebb kés a fiókba. Ki akar törni. A legvadabb birkát láthatjátok. Elhajtott, ránk nézett, és elhajtott, nem is lassított. Lehet, hogy tele volt, nem tudom. Egy Pesten belül ilyet nem nagyon csinálna. Nem lehet, nem jó helyen voltál. Azt mondja, meh! Miért szeretjük a Dévet? Meh. Nekünk ma pályázatra kellett rajzolni. Szia Kinga, Blue Leander, Levander, na. Mit rajzoltatok, vagy mi volt a cél? Elmondod röviden? Bácsi, még hogy harcoljak? Nincs is Pokémonom, more. Sziasztok, dupla bárányok. Itt a bárányok, hogyha nem beszélnének, akkor mondhatnánk, hogy a bárányok hallgatnak. De nem hallgatnak, ezek beeznek. Rókát rajzoltatok, bejövök. Nézd meg, mekkora háza van ennek a Hope-nak, hát a milliómos család sarja. Nézd oda, Hope anyukájának ugyanolyan színű haja van, mint Hope-nak. Ez mit jelent? Ugyanolyan a hajfestékük. Nem azt, hogy rokonok. Szia, Karolini. Sword 1-ben a gond, hogy nincs Galarian Ponyta. Amot végigtoltuk vele, Lilyről volt elnevezve, és most ő kimarad. De majd át lehet cserégetni, tréddel. Szia Mirtus, mi újság, milyen napod volt, és igen, Karolini, te pedig tag lettél, bár már biztos nyilván észrevetted, és most már van egy rip emoji, tehát ha Dave mondjuk bénázik, vagy valamit elront, akkor lehet ripezni. Random a barátom összes szobájába, de Dick egy nagymama, bejövünk. Ó, neki bezzeg, látod, a gazdagsági különbségi státusz. Három posztere van, míg szegény csóró Dave-nek egy posztere volt egy Eevee-ről, neki egy Charizardról, egy Machampról, meg Gengarról, ott a bátyja Leon. Most jobban át fogjuk nézni, mert annó rohantunk a Shieldbe, és megfogadtam, hogy tényleg alaposan megnézegetjük a dolgokat. Vagy az lehet a Leon szobájában. Sapka gyűjtemény, gyerekek, van olyan, aki sapkát gyűjt? Videósok közül tudom, hogy a Nazdani gyűjti a sapkákat, meg a zenészek közül az Animal Cannibals, meg a Fluor Tommy, de hogy van, aki ugyanígy gyűjt? Ki mit gyűjt, gyerekek? Random téma, ha már így feljött. Tehát ő neki van egy nagyon sok-sok sapkája.
Ultimate loot, az mit akar? Kb. Olyan 45 perc múlva visszajövök, megyünk a pólusba, rendben van, nem tudom igazán, a nyarom is rossz volt, semmit nem csináltam, azt érzem, elpazaroltam. Hát az ellen neked kell tenni, Csasszi, hogy aktívan töltsd a napjaid. Sapkagyűjtet nem ismerek, csak cipőt. Cipő az van. Hopp! Gyere, hopp! Hopp! Csak értem a szót, csak hogy mit itt akar a játékon belül, azt fejts ki, kérlek. Na, Hope megtanítja nekünk, hogyan fogjunk Pokémont. Meg ahogy elhitted. Először üdvözölni kell a bajnokot, és ne ír csupa nagybetűvel Arceus. Köveket, meg ilyen emlékeket, minden fadarab, meg ilyeneket. Ez most mi? Ja, hogy azt gyűjtöd, aha. Én voltam már Well Hello koncerten, jók? Na itt a mester, a Leon. Ja, hogy összes loot összeszedés. Hát meglátjuk, hogy mit sikerül összeszedni. Leonnak a harci póza és a Charizardja. Most érkezett vissza. Ő lett a bajnok, ezért megcsodáljuk a szomszédunknak a bátyját. Még mindig Arceus nem egészen értem, mire szeretnék kiukadni. Én is vagyunk, vagyis a mi falunkhoz jöttek. Jó az, jó az. Én ma koncerteket néztem YouTube-on délelőtt, pihentem, zenét hallgattam nagyon sokat. Én megkaptam apukám bélyeg gyűjteményét, és majd mamám szalvéta gyűjteményét fogom örökölni. De jó, az nálunk is volt. A szalvéta gyűjteményt lehet, hogy eladta már a nagymamám, vagy nem tudom, de apukám isnak is volt bélyeg gyűjteménye. És pedig emlékszek, mennyi szalvétája volt, hallod? Vagy három szekrény tele volt. Hát igyekszünk, igen. De rajta leszek, hogy nem csak átrohanunk a sztorikon. Figyeljetek, mert mindjárt jön a kezdő. Az is jó ebben amúgy, hogy egy kicsit ilyen mozi jellege van. Na ott a három starter. Groki a Grass Pokémon, Scorbunny a Tűz Pokémon, és Sabble a Water Pokémon. Azt kell tudni, hogy Sabble mindig sír. Kicsit rinyagép, mint én. Scorbunnyt ismeritek a Unite-ból, Grokival pedig annó játszottunk, ő lett a nagy dobos majom. Most arra foglak kérni titeket, hogy őt nem is választjuk. Kettőből fogjátok megszavazni, vagy Scorbunny, vagy Sabble. Ez a kis animáció, ez régen is a kedvencem volt. Nézd meg, a vidám dobo, elrontja a dobolást, ez beszarik a félelemtől, sírva a fakad, mondom, ez olyan, mint én. Valami nem sikerül, ideges lesz, elém teszel egy botot, jobb kedvem lesz. Hát, nekem is majd így a találkozón egy bottal lengessétek meg. Egyik haverom belépő szalagokat gyűjt. Azt régen én is gyűjtettem egy ideig. Én nagyimtól porcelán cuccokat nagyapám odaadta, de jó. Azért jó kezek látni, hogy mit gyűjtöttek a szülők, nagyszülők is, tehát azért ez mégiscsak benne van. Mi jelenleg Pokémon gyűjtünk. Tehát akkor feldobom nektek szavazásra, srácok, most Groki nem játszik, ő senki lánya volt az annó végigjátszásban, hanem kettőből kell dönteni, méghozzá, hogy írják a Scorbunnyt, köszönjük, Dave. Scorbunny vagy Sobble, bocsánat, ezt hamarabb le tudom írni. Melyik legyen a társunk? Tessék szavazni, és utána az itteni tagok közül fogjuk a nevét kisorsolni. Igen, Dave Pokémont, meg Monguftákat. Én szavaztam egyet, de nem mondom meg, hogy melyikre. Majd megmondom, mikor lezárult. És most megkérem csak a tagokat, hogy a RIP emoji alá, aki tag jelenleg, az írjon egy tagságos emojit. Ezzel veszel részt abban, hogy lehet, hogy te rólad fogjuk elnevezni.
De lehetsz te is, Pati. Minden tag részt vehet a kezdő pokéba. És ezt ki fogjuk mindjárt sorsolni. Mirtus, Sakura, DKG csapat, Emese, Dori, Chassis, Kurt, Seal. Eddig ti vagytok a jelentkezők. Mindjárt megnyitom a kis sorsoló cuccot, és akkor azzal fogjuk megoldani. Mi volt annak a random? Random Wheels. Aha, ezzel fogjuk kisorsolni. Addig még nyugodtan lehet írni, csak megjegyeztem még itt az előző neveket. Ezt kitöröljük gyorsan. Nincs olyan, hogy egyből reseteljük? Miért nincs? Na, van-e még jelentkező? Nézzük. Írom össze egy jegyzettömbbe, nyugi van, srácok. Körcil után SSO Channel is lehet a neve. És Pati azért csak beírta magát a végére. Melyik kezdő, Cyndaquil, Fennekin vagy Litleo? Ezekből Fennekint választanám. Na srácok, jön a sorsolás, csak kapcsolom, hogy ti is lássátok. Addig kell ide egy olyan, hogy kijelző felvétel. Nyugtassatok meg, hogy látszódik. Hát úgy, ahogy látszódik. Beírtam ide a neveket, és akkor most eldől, hogy ki lesz, és utána lezárom, hogy melyik poké is. Indulunk! És Patiról átcsúszott Mirtus! Mirtus lesz a kezdő pokémonunk, és már is nézem, melyik kezdő pokémon lesz Mirtus. Jelenleg 64%-kal a kis Korbani. Én Szabőre szavaztam. Gyere! Úgyhogy akkor el is nevezzük Mirtusnak. Mirtus! De amúgy Scorbunnyt én is nagyon szeretem, csak Szabüllel meg sose játszottam még. Oda néz az ökölpacsit! Ökölpacsi megy a pam-pam! Ha még nem tettétek, osszátok meg Insta-sztoriba, hogy indultunk, srácok! És akkor induljon el a kalandunk. Közben itt fulladok, meg annyira köhögök. Jaj, jobbulás mindenkinek, aki beteg. Hát így ugye kiválasztotta a bárány neki a kis majmocskát. És szegény Szoble meg ott maradt. Őt elviszi a Leon. Tenyészem le neked másik kettő startet? Ha megteszed, megköszönöm. Ott már csinálják a hotdogot. Ó, oh, az nem túl jó. Nekem tegnap ment nagyon a hasam, ez nagyon belsős információ, de tegnap munkahelyen alig bírtam felállni a WC-re, olyan rosszul voltam, úgyhogy gyel, valami tényleg volt, de én még nem vagyok beteg, lekopogom. Ma már jó vagyok. Na. Ilyenkor jön is a szokásos első meccsünk. Meg kell mutatni Leonnak, hogy mi vagyunk a jobbak. Hope-nak megjött a jellegzetes rángó görcs, ez az. Best movement. Oda nézzél, azzal a lendülettel. Induljon az első meccsünk, ahol ő már is csal meg. Kettő pokémonja van. Behozzuk Mirtust, akinek kicsit megütötték az órát. Adjunk neki egy morgást. Igen, mennyivel pörgősebb lesz, hogyha nem csak egy támadásunk lesz.
Hop olyan kis lelkes, amúgy nagyon. Hop az egyik kedvenc karakterem lett. Pedig ritka az, hogy a riválisokat bírni szoktam egy-egy poké játékba. Hát a kis barikájának még van hova fejlődni, remélem van potink. Azzal a lendülettel a bárányt arcon lúgtuk. Nem lesz itt izé... Prém! Bárányprém. Hogy megrúgta? Hát ez az. Már megijedtem, Mirtus, hogy tényleg kával akartad írni. Megnyugtattál, hogy javítottad. Na jön a kis majom. A botos majom. És oda nézzél, Mirtus megtanulta a tüzelést. Hoppá! Oh-ó! Megkarmolták a kis arcocskáját. Viszont benne van, hogy kikapunk. De álljunk hozzá pozitívan. Hát ez egy ilyen hajszálon múlt, hogy megvan. Nálunk volt egyszer, hogy mexikai pizzát rendeltünk, de nekem hasmenésem volt annyira, hogy már fájt elmenni WC-re. Hát az kellemetlen. Hoppá, Mirtus már hetes. És legyőztük Hope-ot. Hope-on maradt! Ha! Érted? A barátság erejével legyőztük a bajnok kisöcsét. Én és a kisöcsém. És akkor indulunk is végre a jó kis Galar régió felfedezésére. Szépen, komótosan, pokégyűjtögetősen. Satöbbi, satöbbi. Bocsánat, csak küldök egy képet. Mert volt, aki szurkolt nekem, hogy meglesz-e ma a játék, és meglett. Na, ja, várjál, nem kell visszamenni a házba, nem mi? Várjál, ilyenkor mit csinál az ember? Hope anyuka, legyőztem a fiát, nem tanult eleget. Ezt a cicát meg elviszem. Legyőztem az unokáját. Ú, de szép serregek, várjál, ezt nem is láttuk. Mi menő? Mi, be, hallod, ki van keretezve a ruhája? Reméljük, kimosták. Elite Four. Nézd meg, milyen szép kis pajtás garázsuk van, ez kell nek. Ide beköltözök, átköltözök anyámtól. Annyira szeretem ennek a dizájnját, meg minden gyerekek, áh. Nagyon, ott repülnek a Butterfreak. Nézd meg, a bárány áttörte a kaput, hát mondtam, hogy ne olcsó lakatot tegyél rá, hát egyből kiszöktek. Most szerinted mi lesz? Fuss utána. Jó estét, es. Visszahozom neked a bárányt. Bemegyek a sötét, ijesztő erdőbe két bárányé, már farkasok szétcincálták, már mint... Nekem meg egyszer volt olyan, hogy angol táborban voltam, és ott volt kettő szicíliai lány, akik hoztak ilyen összekeverős chipses fűszert. Folyt köv, gondolom. Amúgy ez egy erős váltás, hogy ott a város, és itt meg... A legundorítóbb Pokémon mióta bekerült a Unite-ba. Számomra a legundorítóbb Pokémon között van Scovet, de még nincs is szerintem Pokélabdánk, nem? Vagy már kaptunk valakitől? Potink az van, labdánk nincs. De akkor ezt még lenyomjuk. Nem amúgy cuki ez a mókus a Squovet, meg minden, csak annyira megutáltatta velem a Pokémon Unite. Olyan genyó karakter ott. Ugye, Pati? Átérzed, hogy csak ezt a pokét ne. Nem lesz a csapatunk tagja. Ha lesz is, nem hosszú ideig. Az a madár, amit az elején lehet fogni, hasznos lesz repülő acéltype. Köszönöm szépen, de ne spoilerezzünk, attól, hogy nagyjából láttam már dolgokat. Dave, már most kaptam stroke-ot a mókusoktól. Igen. Hope, te miért álltál meg? Csak állít és vigyorog. Ja, felhílelted a Scorbunnyt, köszi. Következő Pokémon, ami rám támad. Ő a madár, a Rokidi. Mirtus szétveri a madarat is.
Én majd a nagy madarat szeretném amúgy, ami ilyen nagy acél varnyú. Nagyon szép. Mindent is. Néha szétesik középen a kép, pedig nem szabadna. Tudtommal. Ja, hogy ebből lesz! Én azt hittem, hogy az nem fejlődéses. Várjatok, ránézek az elosztóra. Na, várjál! Kihúztam meg, visszadugtam. Akkor lehet, hogy nálad volt valami DKG. Vagy másnál is volt probléma? Azért húztam ki meg vissza. Mármint Mirtus, neked is jó, vagy neked is probléma? Úgy írjátok, hogy lássam, hogy gond van-e, vagy nincs. Most lefagyott a kép. Bakker! Kellett belenyúlni, várjatok! Egy kis technikai baki. Ez a hang. Ez se az. Keresem, hogy hol van a kép. Bemenet. Igen. Aha, látom, hogy lefagyott. Ha úgy de kár volt DKG-n mondanod, hogy gond van, na várjál, visszadugom. Aha, várjál, mindjárt kijövök meg vissza, mert nem adja vissza a képet. Az a baj, hogyha teljes le kell állítanom a switchet, agyvérzést kapok. Na várjál, mindjárt megpróbálom megoldani. Ezért nem szoktam én ebbe belenyúlni. Keresem egyelőre, hogy honnan kapjátok a képet hozzá. Na? Most már jó? Mozog? Jó. Jó. Elvileg oké. Okay. Nem, jelenetváltásnál se állt át. Teljes újra kellett kapcsolni. Ja, hogy itt amíg megyünk, addig a random izékkel meg kell küzdenünk, rendben. Semmi baj, DKG, inkább szóljál, mert ha meg tényleg baj van, akkor csak legközelebb várok, amíg nem csak egy ember jelzi. És milyen napod volt végül, meg mindenki, aki még esetleg nem írta. Na, megyünk tovább. Ugye az jó Scorbunnyban, hogy ő dupla type, ő tűz és harcos, ha jól tudom, mint Blaziken. Pikachu-s bögre? Csak átpakolászom a vizem meg a kávén. Jó, megvan oldva. Ma vettük meg a füzeteket, hát majdnem 2000 dinár volt. Ó, nagyon drágák, én múltkor nem akartam 500-é venni füzetet. Ja, az lehet, hogy effekt volt a ketté csúszás. Na, innentől már rohadt ijesztő, creepy ez a hely. De hát én azt hittem, hogy 250-300-é még lehet füzetet kapni, nagy spirált, és nem. 450 volt kb. A legolcsóbb, sima spirál. Ma voltam alkalmassági vizsgálatot, és csütörtökön kezdek is melóban. Na, hova vettek fel? Ott a Sword! Majd rájövök, mi a neve, de ott a Sword. A legendásod, mert azt ugye meg kell látni az elején. A kutya. Lord. Mirtus, azt hiszem, agyonvernek. De Mirtus szembeszáll a nagy kérdőjeles kutyával. Nézd! Semmi. Na, az tök jó, Émi.
Szellem. Ez egy kivetített kép lesz, mert nem bírja eltalálni. Ez csak egy látomás. Két dogát írtam, hogy nem voltam ott múlt héten, és kb. Azt se tudtam, merre vagyok. Venni akartam magamnak kaját büfébe, hát persze, hogy zárva volt. Inkább nem tudunk elmenni, még egyszer megpróbálod megtámadni a tejködbe. Szeptember 20-ig zárva szabadnak, hát akkor kitartás. Ja. Vigyél kaját otthonról. Tényleg nem egy utolsó nagykezdő, csak tűz, te mondtad. Ja, csak tűz. Én úgy emlékeztem, hogy, hogy harcos is. Na, akkor összekevertem. Látod. Közben, hogyha szeretnétek ti is pokés pólót, nyilván nézzetek fel a Titakú oldalára. De ezt már tudjátok. El akartam menni 7. órától, de észrevett a tanár. Vigyázz, mert ez missing no. Rendben? Vonat fúra tele volt. Az mindig... Ó, a buszok is, gyerekek! Nem akartam elhinni, 40 ember állt legalább a buszmegállóba reggel, mikor jöttem munkából. Na, Hope testvére kijött értünk. Azért a nagy tesó, vigyáz! Baxi most látta, hogy neki is elküldtem, hogy megérkezett rendbe a cucli. Mert tegnap mondtam neki, hogy végre sikerül szereznem. Ez az, Hope rángó görcse újra beindult. Na, most, hogy kimentettek minket az erdőből, rendben, csak ne spoilerezz, DKG, kértelek. És most az megeszi a barit. Igen, a bárányokat megették. Dehogy ették, nyugi-nyugi, ez nem horror még. Ez a nap, amire azt mondom, hogy elengedném. Vannak ilyenek, es nekem múltkor, vagy de cukik a háttérbe bukfencelnek a vuluk. És szerintem indulhatunk is az utunkra most már. De várjál, adjatok már nekem pokélabdát! Ja, el kell köszönnöm anyámtól. De egy tanuljatok valamit, srácok, ha elutaztok hosszú hetekig, hónapokig több városra, odébb köszönjetek-e anyátoktól. Ez egy hasznos tanács. És szerintem releváns. Anya! Nézd, lett egy mirtuszom. Ja, akkor az nincs is benne. Á, értem. Bocsi, néha nem értem, hogy mi a vicc és mi nem. De tudjátok. Na, elköszöntem anyámtól, most már szeretnék játszani. Ez a max futás? Hát nem voltam túl jó tornába. Figyelj, Hope, én megyek balra, te menjél jobbra, majd találkozunk valamikor. Mit szólsz? Ja, még megtanítja, hogy kapjunk el Pokémon, mert ő a zseni. A vuluk beálltak az útra. Kérem szépen... Lerúglak a Mirtusszal. Kedvenc Pokémonunk, gyerekek. Best ever. Kocog, te se akarnál egész nap sprintelni. Jó, igaz. Szelet, vetsz, kovet, arat? Nézd meg-e! Hát nem lerúgjuk, mert még nincsen rúgó támadásunk, de amint a Mirtus megtanul rúgni, lerúgjuk. Már van pokélabdám, kaptam 5 pokélabdát, vagy Hope-tól, vagy anyámtól, az nem derült ki. Amúgy szia, Tea! Na várjál, hogyha nem öljük meg, elkapjuk a Skovetet. Hát, ennyire pokénél foglalást, azt tényleg a támogatásokkal lehet. Hát, lerúgta a Mirtus, nem lesz egy bőszkovetunk. Szia Zoltán Hajdú bátori. Viszont Mirtus már 8-as és megtanulta a gyors támadás. Most már olyan gyorsan neki rohan a Mirtus mindennek. Opa, viszont itt jött valami. Hát, mi más? Kis dagat rákcsáló. Na viszont ez már 5-ös, ez kell nekem. De persze lesz Arceus simán. Jó, 5-ös szintű az végül is, nem lenne rossz. Fussál neki gyorsan, oda nézzél, úgy, hip-hop! Nagyon jó. Itt még ilyen adok-kapok játék van, ameddig nincsenek normál nagy támadások. Jó, most már elkapjuk. Hip-hop, jön Vuk. Hát majdnem róka, a mókus majdnem róka, csak pont nem.
Na, akkor megy az első pokélabda. Jöhet a Mongoofta Power minden elfogásnál. És aki szeretné, hogy róla nevezzük el, az akár már az emoji alatt írhatja a nevet, hogy szeretné. Aki a leggyorsabb és itt megjelenik, arról nevezzük el. Ez a B opció. Tea. Tea volt a leggyorsabb. Tea lesz a dagadt mókus. Meglátjuk, meddig leszel bent velünk, Tea. Lehet megszeretjük ezt a dagadt mókus, de ki nem állhatjuk egyelőre. De azért van, mert a Unite-ban egy undorító genyó. Kidoblak. Nem mint a szemetet. Szia, Szandi! Jó, nem akarok minden mókussal is megharcolni. Itt egy poti. Hát, ha még találunk mást is. Hoppá, ott van valami. De ott sírt, az nem a mó... A kis kukac! A kis kukac! Blibbug! Megnézzük, ha túléli a tüzelésedet, Mirtill, akkor elkapjuk. Elkapjuk. Én mondtam. Lesz kukacom. Mármint, hogy van, de még egy kukacom lesz. Visszatér a Dave kukaca, igen. Kihagyhatatlan. Azzal a lendülettel. Gyere, megfogom a kukacom. Nem. Elkaptam. Tökéletes. Ki szeretne lenni Dave kukaca? Fájdalmas lesz ez a végigjátszás. Dave, nevet adsz a pokéknak? Hát figyelj, Sandy volt az első. Sandy, elnevezzem a kukacomról? Dave Cookie a Pokémon Genshinben. Azt ne! Jó, a kukacot nem. Igen, majd úgy működik, hogy majd amikor lesz, akkor szósz. Senki nem akar a kukacom lenni? Megértem. A kukac is lehetek. Jó, akkor elnevezzük a kukacot Ayushinak, jó? Nem, hát kettő nevet használsz, legalább egyszer lesz egy ilyen, majd bejön valami külföldi, azt mondja, nézd meg, milyen kukaca van. Milyen jó, hogy kettő neved van. Milyen jó a Nápolynak, hány pokét elnevezhet? Szakadjon, beléd, egy, Nápoly, csomag, Nápoly, öt pokét el lehet róla nevezni. Na, nem akarok több izét, nem kell több mókus. Aróka. Na itt a Vuk, hip-hop jön Vuk. A Niki itt van, az a neve, hogy Nikit. Hallod, Pati, emlegetjük a Nikit. Bocs, ezt muszáj voltam elsütni. Őt is elkapjuk. Szerezd meg hát mind! Amúgy a rókát múltkor annó használtuk, és ha jól emlékszem, Mirtill, te voltál a róka annó? De nem fejlesztettük ki, csak benn volt egy darabig. Ez is Tea? Persze, minden Tea lesz. Tea 1-2 végül, és figyelj, lehetsz barackos, Tea citromos, Tea 3, nagyon jó. Na ki szeretne róka lenni az emoji alatt, már jöhet is. Na, viszont... A nevet megelőzi a támogatás, úgyhogy ezt S bestoppolta, hogy Leja lesz a róka. Hát így lehet beelőzni egyébként, ezt mondtam is az elején, hogy Superchat, Supermatrica, bármi, azonnal is tipstopp. Leja. Lei? Jó írom, ugye? Leja! Leja! Azt hiszem, de már nem emlékszem. Nagyon jó. Viszont meg fog dögleni, mármint nem beszélünk csúnyán, de hogy baj van a pokékkal, nincsen életünk. Evolvolni kell a rókát. Ott egy madár is, gyerekek. Gyorsan meg lesz az első öt pokém. Ez a titkos célod, igen. Az a baj, hogy várjál, van egy potink, azt használjuk már el. Majd haza kell menni gyógyítani. Mirtillt vissza, hogy Mirtuszt. Kész a két starter letenyészve, pluszba egy bagó is, köszönöm. Élettelenek.
Hát de igen, nincs életük, jó, értem, értem, vagy értem. És köszönöm ezt a 400 forintos támogatás, azt azért elfelejtettem megköszönni. Na figyelj! Mirtus, tüzeld, süssük meg ezt a galambot! Hú, azért nem gondoltam, hogy ekkorát rátüzelsz. Igen, Mirtus, tüzel, te a kukac lett. Best live ever. És adjál neki egy kis gyors támadást. Ne öld meg! Ez kell nekünk. Erre megölte! Nézd meg! A gyilkost! Szia, Baxi! Nézd meg! Baxi, lehettél volna a kukacom, de lemaradtál róla. Elnézést. Ó, barika! Minden új pokének így fogok örülni. Lesz még galamb, majd eregetünk. De ezt is megölted! Túl erős a Mirtus. Mindjárt ezért kicserélem, hogy ne ő legyen elől. Amúgy tök gyorsan jönnek ezek a pokék most. Aki még nem tette, fejelje meg a like gombot így, mint a hop. Bam, bam! Na, csak nem öli meg egyből az ötös szintű bárányt. Őt azért szépen leviszi. De ekkora életnél meg még nem merek nagyon pokélabdát dobni, úgy őszintén. Be kéne kockáztatni? Hát nézzük meg. Erre most kell a Mongufta Power. Én vagy Jumper akarok lenni, vagy Pikachu. Hát, hogyha éppen azt fogjuk el, Baxi, akkor Ash is most benyomta ugyanúgy a szupercsetet, mert most nézők nevezgetnek, hogy ott a gyorsaság számít, de le lehet stoppolni ugye a szokásos módon, és le is stoppolta magának a rókát. Ajusi 6-os, Leja 5-ös. Túl erős vagyok. Nem baj, jó lesz az. Na, ki szeretne lenni a barika? Nem minden poké marad bent végig, csak kérdezem. Ez alatt lehet, hogy ki legyen a barika. Sziasztok, küldöm Mongofta Pavert! Hát az a baj, hogy nem várta meg az emojit a DKG, így a Zoltán Hajdú Bátori volt az első. Melyik nevedet írjuk be, Zoltán? Zoltán Hajdú vagy Bátori, vagy esetleg kitalálsz neki egy nevet? Mi legyen? Így most tiéd lett az elsőbségi jog. Hogy elnevezzük a barikát. De amúgy nem minden poké lesz végig nálunk, majd cserélődnek, már van a fejembe ötlet, melyik kiket akarok. És nyugi, sok-sok pokét fogunk összesen kiegészítővel együtt, ha minden igaz, majd 400 darabot fogunk elnevezni. Rendben. Nincs is annyi... Na jó, nem azt mondom, hogy nincs annyi aktív nézőnk, mert van aktívan legalább egy 500-600 a visszanézések alapján. Zoltán a bárány, a barika. Tökéletes. Ezzel kész is a partink igazából, de még a galambra vár valamelyik monguftánk. Ugye, Pati? Ugye, Pati? Ha Mirtus nem üt le egyből, nem üti le, akkor el... De várja, már csak egy pokélabdám van, akkor mondjuk várni kéne, lehet. Nagyon gyorsan eldobáltam a labdáim. Utolsó pokélabda, igen. Hogyha ezután bejön egy shiny, agyvérzést kapok. Rendben van! Szia, Niki! Elkaptunk egy Nikit, emlegettelek. Mi újság, Niki? Megvan! Na most legyél gyors, Pati! Küldöm az emojit. Ha első leszel, te nevezheted el a galambot. És Jumper vagy Pikachu legyen, rendben. Hát Arceus megelőzte a Patit, sajnos. Úgyhogy Arceus, mondhatod a nevet. Nem baj, Pati, lesz még madár. Lesz jobb madár. Na! Arceus, várjuk a nevet. Káromkodás meg csúnya szó nem lehet, nyilván. Nyilván. Elkaptuk a gulumbot. Legyen az én nevem. Olyan hosszút nem enged adni. De megnézem, hogy enged-e. Arceus. Valaki magyarázza el, Pati, magyarázza el Nikinek, hogy mit mondtam az előbb. The God. Enged ilyen hosszút? Hát... Csak úgy, hogy egybe engedi. Aha. Legyen Ákos B. Jó, az egy fokkal egyszerűbb lesz.
Most már megtanultam, hogy van benne ékezet. Oh no. Á. Kos. Majd mikor ezekkel megyünk random emberek ellen, és majd látják, Ákos B. Mert lesz olyan is majd. Tehát tényleg szeretnék sokat játszani majd ezzel. Na, az van, hogy megvan az első 6 pokémonunk. Most már majd csak fel kéne evolvolni ők, mármint fel kéne healelni a csapatot. Hazafutok healelni, vagy várjál, nincsen nálam ilyen auto healelő? Arra már nem emlékszek. Illetve Baxi, mikortól tudom az ajándék pokékat beváltani? Na, kaptunk horgászbotot, de hogy mi alapján? Oké, okay. Nézd amennyi bárány. Ja, már most be tudom majd váltani. Mert hogy van egy olyan event, hogy S pokémonjait, amivel küzd a sorozatba, azokból elvileg, ha jól tudom, akkor Gengárt és a Farfest megkapom ugyanazokkal a támadásokkal, meg Nature-rel, mint S-é van. Be tudjuk kódból váltani, ez Baxi csatiján mindig fent van, érdemes Baxi csatornáján ezt figyelemmel követni. És azért akartam, hogy ne csúszak le a Gengáról, hogy könyörgöm, ma érkezzen meg, és megérkezett. Úgyhogy majd be fogjuk váltani őket. És ha minden jól tudom, akkor 80-as szintű pokékat kapunk, nem tesszük be egyből a csapatba. Váltsd be most, legyen! Beírod a kódot nekem, meg megmutatom, hogy hogy működik. Tehát rámentek, hogy Mystery Gift, és eddig tudom fejből. Baxi majd vagy... Baxi majd vagy Pikachu lesz! Vagy a másik. De melyikbe menjek? Get Mystery Gift. És a kód, ugye? Brief kód. Jaj, a nagybetűkén lecsesztem a Nightbot, pedig most tényleg az kell nekem. Aha. Nagy betűre harap. Beírom, hogy ne vegye el. Na mindjárt beváltjuk. Hülye Nightbot. Igen. És most ilyenkor meg kell várni, hogy connect-el? Please stand by. Szép rózsaszín háttér. Haló? Ez ilyen lassan tölt, vagy ne aggódjak még? Oké, és akkor most kell beírni. A Baxi be tudod írni nagyjából, hogy ez mit kapunk? Vagy hogy akkor felolvasom. Az van, hogy Ash most a fő bajnokságon a top 8-ba versenyez, már japán részekbe. És majd kiderül, ő lesz a világbajnok, vagy nem. És van egy ilyen ajándékozás a pokés játékon belül, hogy esnek a hatos csapatának a pokémonjait be lehet kódból váltani. Kettőről lemaradtam, a Dragonite-ról, meg arról a halszerű ízéről, de lehet, hogy a Pikachu-ról is, az nem tudom volt-e, vagy nem tudom, de most beváltjuk a Gengárt, meg a másik, a Farfest, így megkapjuk S pokémonjait, lényegében japánul lesz a neve, meg minden. Netflixen remélhetőleg lesz szinkronan, én nagyon várom. Tehát Gen, Ger, Oge. És hogy írok nagy O betűt? Nem érzékeli a nagy O betűt, Baxi. Ja, az nulla. Semmi. GE 94. Én is egy nagy nulla vagyok. És becsapós, hogy hosszabbnak tűnik. Azaz Gengar Gift, kérem szépen. És így néha szokott csinálni a játék, legalábbis az Baxi tudja, hogy mi kell, de hogy ajándékoznak az összes ilyen valós poké játékokba, ami ilyenkor szerezhető meg csak. Oda nézzél. A szép Gengar. Be is rakta a boxba, és akkor beváltjuk a másodikat is, az pedig H1
az még azt hiszem 25-ig beváltható, ha jól emlékszek Baxi videójából. S-S-A-T Sat Suneg. Ugye jó olvastam. Tehát azért jó, hogy itt vannak ilyen ajándékok, tehát még nem is panaszkodhatunk. Én nagyon szeretem ezt, ez jó dolog. Na, érkezik a másik ilyen ajándék Pokémon. Oda nézzél. A Sirfse... Ezt tudtam, hogy nem fogom kimondani. Surfetch'd, Sirfetch'd. Kövi majd Lucario lesz. Én is Lucariót várom, és Pikachu volt már, vagy még ő is lesz. Oda néz a kis kardos pajzsos csirke. KFC. És akkor elvileg így őt is megkaptuk, és ilyenkor, hogyha kijövünk, akkor most már ezek is megvannak nekünk, mentünk is egyet. Hol tudom megnézni a pokémonjaim? Mármint, hogy ezeket így igen, de hogy az összes rossz majd csak városba tudom, ugye? Valószínűleg. Bocsi, de elmegyek egy órára, angolom lesz, rendben, ha menni fog még a live, gyere vissza, várlak majd. Végül is hílelni, visszamentem, vagy csak akartam? Visszamentem, jó. Igazából ez így jó, hogy Mirtus erősödik a többiek meg utána. Ja, Baxira még várunk a Nightbot miatt. Ott volt, hogy Swam Pokémon? Várjál. Y. De az nem, az csak a sorrendet változtatja, DKG. De Baxi be tud jönni a másikán, és azt hiszem még ott is tag is. Na, itt megyünk, mert ezeket már elkaptuk. Ha lesz valami új, amit nem fogtunk el, akkor... Na, az mi volt a kérdő vagy felkiáltó jel? Leharcolunk a kis maokussal. Hát ez csak egy háromas szintű, ez egy sima ökleléssel a Mirtus lecsapja. Felét legalábbis. Szarakodjon bele a vasabis magyarul a Nightba, azaz. Nyírjuk ki! Jó, kinyírjuk! Bevadult a Mirtus. Oda néz, viszont látásra. Ennyi. Lucario és Pikachu még nem voltak, de jó. Nézzünk el először visszafele. Itt voltak a bárányok. Belőlem is jó pokét nevelj, meglátjuk persze. Nem bírom a lábamat megmozdítani, gipszbe is van. Na, mégiscsak kaptál gipszet. Vedgehurstba érkeztünk, itt van a Charizard. Akkor Leon is itt van valahol. Ott egy vonat. Egy izmos ember, úriember. Egy csomó házikóból már be tudok menni. Én csak random ide bejövök mögé, de mit foglalkozó vele? Á, értem, újra kaptad. Itt lehet majd menni azt hiszem a másik szigetekre. Meg a Wild Arena-ba. Itt mit tudok venni? Potit, meg Revive-ot, nem veszünk még ilyeneket. De ez jó tudni, hogy itt egy boat. Itt a Deadless Boat, de most van boat. És ezeket csak így kikerülöd random. Ott még állnak. Szia, Leon! Már van 6 pokém. Hogy oson a Charizard sunyiba? Mögé moson. Itt több esetben találkozhatsz vadonba Shinyval. Az tök jó. Na, oda nézd, na, ki szereti a könyvtárakat? Hol van most szárnyas lány nagy könyvtár? Á, kis hurka a kutya. Megérkezett. Na, elmegyek átváltani egy rakadt TCG-t, rendben, átvenni, rendben, oké. Átváltani, hagyjad már. Szia, Anna, újra. Jön a professzor asszony. Kecsesen lesétál. És ott a kis kövér Jamper. Ugye azt mondtad, Baxi, hogy vagy Pikachu, vagy Jamper akarsz lenni. Tartjuk addig a helyedet, Baxi. Aki szívecskésegű Jamper kutya.
Hallod, a reakciója a karakteremnek ennyi volt, hogy így utána néz. Szonya! Rip. Na, Szonyától megkaptuk a Pokédexünket. Végre. Köszi, Szonya néni. Na, nézzünk szét itt is. Mennyi könyv. Életemben nem olvastam ennyi könyvet. Na, innentől én vagyok a Hokage. Ja, az egy másik játék, igen. Nézzük meg mi... nagyító. Igen, nem baj, én mindenben is szerencsés leszek. Ott a jamp-jamp. Itt egy láthatatlan fal. Hol a kijárat? Hát áttöröm a üvegajtót, hát nem megtaláltam a kijáratot. Tréner, állj meg! Adtam neked egy potit, mert rád olyan szerencsétlenül nézel ki, fiam, hogy adok neked egy gyógyítást, mert biztos, hogy béna vagy, mondta az úriember, és odaadta a kezünkbe. Nézd meg, bácsi, azt mondta, hogy béna vagy. El ne hidd. A végén azt is sikerül kinyírni. Hát már így is volt, amit leütöttél, Mirtus. Na hopp, küzdjünk meg újra. Most már nekem se egy pokémonom van. Ja, most megtanítja Hope, hogy a kórházba kell felgyógyítani a pokémonokat. Ott tudod megnézni a hatnál több pokét, itt pedig meg tudod venni a titkos hozzávalókat a kajáthoz, mondta Hope. Pillanat, csak gyorsan vissza kell írnom egy SMS-t, fél perc. Csak jön a írt. Na. Akkor először is, ugye gyógyítunk mindenkit is. Nem a kórházban, hanem a Pokémon kórház, igen. Na, és akkor itt tudjuk megnézni a már megszerzett Pokémonjainkat. Na, itt a Gengar. Ugye, amit kaptunk, Shadow Ball tudja, Sludge Bombot, Dizzying Lehemet és a Willowsweepet. És ha jól látom, igen, ő 80-as szintű, és itt van a madarunk is, ő pedig a Meteor Assassin, Brutal Swing, Furikatter, Detect, és ő is 80-as szintű poké. Hogy ők már így itt vannak nekünk bezsebelve. És hát ugye itt van a kezdő 6-os csapatunk. Ó, lehet pokés fiam, az jó. Ja, itt lehet átnevezni, nem nevezünk át. És elvileg nálad remélem tudok poké... De miért nem tudok pokélabdát venni? Az fogyott el. Kisasszony, ön árul pokélabdát? Nem ad szart se. Mármint nem árul. Csóróság van. Te mit adsz nekem? Írjam be, mikor születtem. 04. Áprilisban. Vagy rá kell jönni, ő mikor született? Tessék. Ja, nem kell a nulla. Hát jó van, ezt nem csináljuk. Piacos nénik, csókolom. Itt tudok venni kaját. Ilyen szülinapomon kapok valamit, de nem fogadta el, majd mindjárt megnézzük. És itt lesz a ruhabolt, majd át fogunk öltözni. De még nem egyből szerintem. Ja, hogy alapból van 31 ezeren már, tehát be tudnék vásárolni, öltözni. 30 ezeres az Arceus-os póló, de mondjuk jól is néz ki.
oda nézzél. Ó, hát itt olyanokat fogunk itt stylos-kodni. Majd összegyűjtök egy kis lovettát. Olyan sapkám lesz. Meg szemüvegem, meg kesztyűm. Lehet, hogy nem írtam be jól a napot, mindjárt visszacsináljuk, most még nem költjük el a pénzt. Most még spórolás van, még most kezdtük. Na várjál, írjuk be újra nála. Tehát... erre kell a 04, a melyik hónap. Tizenöt. Megvan! Jöttem, csak főztem kávét, rendben. Köszönöm, meglettünk, Mirtil, megvan. Na hóp! Gym challenge. Már ilyen gyorsan gymezni fogunk? Jó, random betörtünk a bácsiékhoz. Itt tanítják a gyerekeket, hogy kell bégetni. Do-do-do! Nem, nem rakom be 80-as pokét, nem könnyítem meg a játékomat annyira, túl egyszerű lenne. Majd, ha olyan nagy szinten leszünk, akkor behozom őket. Gyere, Hope! Na, Leon közbeszól, hogy nem, még ne harcoljatok, fiam. Ja, még itt tanul... gyerekek, itt tanítják meg, hogy kell Pokémont. Kaptam 20 Pokélabdát, nagyon jó! Na, legalább kaptam labdát, azt mondja Leon. Fogjál még többet, fiam! El is rohantak a fűbe. Nézd oda, osonunk. Hát, ha jön valami érdekesség. Ott volt valami, ami nem látszik. Nem, nagyon nagy szinten kapjuk. A kis Rokidi. Lefájtoljuk. Lefájtoljuk. Úgy is szereti Mirtus szét ütni a random galambukat. Nem is engedelmeskednek a 80-asok még. Igen, mert még kicsi a szintem. Bum! Na, Ákos B már 4-es lett, megtanulta a power tippet. Jó, mehetünk tovább. Aha. Az mókus, ott van valami. Változatosság kedvéért egy újabb Rokidi. Mondjuk ez már erősebb, ez egy ötös szintű madár. De amúgy az jó, hogy könnyen fejlődnek a többi pokék is a harcokkal. Nekem az a nagy acélvarjú a zárt háttérképem. Nagyon jól néz ki az a poké, majd ha átalakul. Na jó, nézzük meg! Mit lehet tudni a felkiáltó jelesekről, Körcil, téged, vagy én még téged kérdezlek, hogy az nagyobb eséllyel lehet shiny, vagy fixen erősebb, nagyobb szintű, van jelentősége, hogy felkiáltó jelként jelenik meg? Mint hogyha valami ilyesmi rém lenne, de nem akarok butaságot mondani. Sima tekül. Nagyon jó, Ákos B már 5-ös. És ott lesz az első valós ellenfelünk, az utonálló kisgyerek, nézd meg, még a szeme se áll jól.
Úgy tudom, nincs semmi köze, max az, hogy jobb statjai vannak, de nem biztos. Na nézzük az első ellenfelünk. Youngster Jack, vagy Jake. A kis Jake a kis Scovetet küldi harcba. Én pedig Mirtuszt. Majd cserélgetünk ám pokékat, ha nem csak egy pokéja lesz. Adunk neki egy kis tüzet. Leverjük. Reméljük. Mirtusz, igyekezned kell az összes ilyen live-on itt lenni, hogy tud kommentelni a poké léted. Nem, hát amúgy is nyilván, hogyha tetszik nektek, akkor gyertek, én nagyon szeretem. Mondom, nekem ez az egyik kedvenc pokés játékom, és örülök, hogy most meg lett és végig tudom tolni. Öklelés. Nagyon jó. Hát, még edzé egy kicsit, gyerek. Mindenki is szintelt, a Teja is, az Ajusi, a Leja, a Zoltán, az Ákos. Ment a like, köszönöm szépen. Pam, papapam, papapapapapapam. Most annyira nem akarok megállni nagyon mindig harcolgatni. Ja, fent a labda. De szép a tenger, vagy az a tó is mögötte. Ott a Balaton. Ott is egy mókuska. Egy laszti. Azt nézem, hogy itt van-e valami itt fönt. Itt csak egy ilyen át leugratáó van. Hopp! Na, jön az első női ellenfelünk. Ott egy zigzagún! Várjál, női ellenfél előtt még elkapjuk az új pokét. A kis zigzagún. Na, Mirtusz őt ne szedd szét, kérlek. Csak vigyük le. Opa. Kedvenc legendásom a harmadiktól feljebb Darkrai. Jó, megfertőztet tűzzel. Én most azt mondom, hogy cseréljünk, valakit behozok, aki nagy eséllyel ilyen tank. Zoltán behozzuk. Ott a Zoltán. Tényleg még a lelógó izék olyan is, mint a Gangsta Zoli. És a Bárány. Nagyon jó. Védelembe gurulunk, most nem harcolunk, csak védekezünk, hagyd fogjon le a bőrnözés. Megperzselted. Ivel-tál és Reshiram. Reshiram is jó. Nézd a kis golyót. Jó, még megvárjuk, míg lemegy pirosba. Ő viszont megtámadja a Zoltánt. Kemény 1 HP-t leszedett. Nagyon jó. Morogjunk rá még egyszer. Beégessél! Beégess engem. Beégess nekem. Nézd meg, nem bírom levinni, hát már szórakozik velem. Zebrakut. És ő neki azt hiszem, ha jól emlékszek, van egy éjszakai formája, meg egy sima is, vagy keverem egy másik Pokémonnal. Defenzivitás nem az én játékmódom. De szükség, nagy úr. Na most már piros. Nem, ez exkluzív Nintendo Switch-re lehet csak megvenni. Majd beleírom a címbe zárójelbe a Switch. Itt van. Megvettem. Na! Emoji alatt ki szeretné, hogy róla nevezzük el? Vagy nevet adni a kis zebra kutyánknak? DKG volt most az első. Émi, lemaradtatok meg, Pati. Mit írjunk neki, DKG? Tehát azt jól mondom, Émi, hogy itt zigzagunk két fajtává tud alakulni? Legyen DKG, tökéletes. Vagy keverem egy másik Pokémonnal. Mert hogy van egy éjszakai vadállatmódja, egy ilyen farkas ember, meg van egy sima. Jól tudom? Keverem. Jó, nem tesszük még be. Akkor keverem valamelyik Pokéval, csak nem tudom melyikkel. Hát igen, itt az új szériákban Dave-nek is van mit tanulnia. Kislány.
Hát úgy próbáljuk, hogy aki még nem adott nevet, és akkor utána majd lehet újra persze. Egy kis csökű. Ez viszont vízi Pokémon, ez nem lesz jó a Mirtus ellen. Pontosabban Mirtus nem lesz ellene jó. Behozzuk teját első körbe. Gyere teja, te is mozdulj meg egy picit. A kis pofazacskós. Harab meg. Jaj, van esti formája. Végén lefogy. Majd ha meglátod, hogy átalakul, milyen kövér lesz. Nessainál zigzagumból alakult. Tehát tudom, hogy ő nem játszott a végig. Sajnos. Jó, nézd oda a teja, hogy harap. Ahogy ez a lány harap. Az fájdalmas. Felfajja a teknőst. Ennyi. Megharcolt érte. Nagyon jó. Ja, hogy neki csak ez volt. Igen, én is úgy tudom, hogy éjszaka kell legyen az Evolve-nál. Látom, jött róka, meg ezek. A következő emberke. Kisfiam. Az ott mi az a sárga fót ott az mi az a sárga ott a madárnál? Haló? Ott volt valami sárga füst a fűbe hátul. Benjamint legyőzem és megnézem mi az. Itt már lehet Sylveon is Eevee-ből, igen. Madárfing, ne! Megsütjük a kukacot. Ez ennyi volt. Ennyi volt, Mirtus oda megy. Jó, hogy az erősebb. Ó. Nikit jön. A Nikit az milyen típus? Dark. Behozzuk Ákost. Főzik a galambot? Aki tud, az tud. Ennyi. Ja, nem is mondtam, ma feleltetett a magyar tanárunk valami versből, és én elfelejtettem, hogy felelés van. Erre Niki egész nap üvöltözött velem, hogy tanuljam meg, de tudtam, de... alig tudtam megtanulni. És feladtam. Azért tanuld meg, hogyha megtudod majd. Na, nézzük meg Ákos, hogy szuperál a róka ellen. Megcsipegetjük a ravazdit. A vukkot. Azt mondjam, riszálom így is, úgy is. Bezavarta. Ez a far lengetéssel. Ájjájjáj. Nagyon szép. Felcsipegettük, mint az eleséget, és jöhet egy power trip. Zigzagunnak van képesség, hogy random találja itemeket. Mondjuk annyiba jó, ha bent van a csapatban, igen. Engem nem is feleltetett szerencsére, azt szétremegtem az egész napot, már megtanultam. Ó, értem. Na, Ákos 8-as lett, és megtanulta a Honklót. Benjamint elvertük, és neki Scovet van a pulcsiján. Nézzük meg a fingós madarat. Fingós kenyér után szabadon. Megkeresem neked az itemeket, azaz. Jó, hogy ez már 7-es szint, hát most attól nem fogom lecserélni a másik madaram. Több XP-t kapunk. Akkor jó, Pati, végül is, hogy megúsztad. Nem egy utolsó dolog. Ki még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot. Köszi, köszi. Nézd, a belenyomták a homokot a Mirtus szemébe. Azt mondja, vakuljál meg. Holnap 5 órám lesz, de hittanon nem csinálunk semmit, filmezünk vagy beszélgetünk. Az tök jó, legalább lesz egy kis kikapcsolódó órád. Sokat kellett tanulnatok holnapra amúgy, vagy készülni? Azért is írtam ki közösségi fűre, hogy eddig lehet készülni. Ott a Baxi! Gyerekek, várjál, vissza kell görgetnem. Ezt írta a Baxi, hogy szeretne lenni?
Megpróbáljuk akkor elkapni a Jampert. Nem ezt írta? A Pikachu-t írta meg még valamit, de akkor nem a Jampert, vagy de. Lefotóztam print screenbe, majd mindjárt megnézem, ha elkapjuk. Még egy tüzet. Aha, hát ez necces, hogy megöljük. Au. Aha, akkor ezt írta Jampert. Dobjunk rá egy lasztit, hát ha benn marad. Megvan. Na, akkor Baximire visszatér, lett egy Baxink. Hoppá, egyből level up-ok, nagyon jó. Leja is tanult támadást, csak halkan jegyzem meg. Nagy B. Baxi. Ő ugye szuperchattel foglalta le, lehet így is. Paralízisbe esett a kis... Mirtusunk. Nem jutott eszembe a szó. X-el van külön menüpontja. Mit csinál a külön menüpont? Mondtam, hogy mindent megnézünk. Ott van valami, ott vannak a halak. Hal pokémonok. Hú, várj, tudok pecázni. Dave belógatja a botot. És már kapás van. Nyilván egy Magikarp. Egy 4-es szintű Magikarp. Bocsi, ha helytelenül írok, de döntött telefonnal nem tudok helyesen, semmi baj. Best water Pokémon ever. De mivel még nincs, ezért elkapjuk. Hogy nem kell bemenned az itemhez, külön megkeresni a labdákat. Ó, köszi. Na, ki szeretné a Magikarpot elnevezni? Elkaptuk. DKG már volt. Ha nem lesz más, akkor nem. Szia, Dave. Szia, Zirak. Köszönöm, jól vagyok. Most toljuk a végigjátszás, ma érkezett meg. Nagyon szeretem. Jó, akkor Anna nevezed el. Anna, Laura, Nagy vagy mi legyen a neve, de lehet más neve is. Én régen hívtam ugye Magikarpot, hogy Magdikarp, Mauglikarp, stb. Hali Tímea és SSO Channel, lesz még, tehát 400 pokét fogunk elnevezni kb. Úgyhogy megvan Anna. DKG már nevezett, próbálom úgy, hogy live-onként mindig majd újra lehet nevezni, azért egy live-ban nem nagyon fogunk 40-50 pokét. Ezek már megvannak. Na, megyünk tovább. Oda néz, ott az öreg professzor. Cuki kis döglött halam van. Hát lényegében igen, de amúgy nagyon erős lesz majd. Majd valamikor lehet, hogy őt is kiedzük. Nézz oda, azt mondja, kis unokám, hát te vagy az a Magnolia professzor. Hoztál nekem szendvicset és kakaót? Csináltam nektek egy kis bájglit. Nincs karácsony, de azért csináltam. Leon már megette, nem kaptok. Nem baj, Pati biztos csak viccből írta, nem, a Pati nem sértődős, lesz még rengeteg lehetőség pokét nevezni. Meg még azért nagyon jó pokék lesznek később is. Na, Hopnak megint rángó görcse volt, mert nem kapott bájglit. De ő meg a Beigli erejével felgyógyított minket. Leon vagy mi a neve? Ott van, amúgy hello, szia Disney újra. Így van, Leon, bizony. Kakajó. Nézd meg, ennek is mekkora könyvtára van. Ú, de lányos szoba. Nézd, milyen menő napszemcsie van a öregasszonynak. Mert ez nem biztos, hogy az öregasszonyé. Néni. Ott a nagypapa. Tűzifa. Nem az én szobám. Random idegeneknél vagyunk, büdös cipők is ott voltak a sarokba. Hú, de este lett! Bokorban nincsen eldugva semmi.
És itt hátul... Jó, hogy ide el tudok jönni, én viccből jöttem ide! Egy támadás! Na ilyeneket pölő nem találtam meg annó. Mondom, viccből elfutok hátra. Váó, nagyon tetszik ez, hogy így el tudok menni mindenhova is. Tja! Ó, várjál! De hopp! Még meg akartam nézni a répa ültetvényt. Nagyon szép a grafika, én nagyon szeretem. Jó, akkor megküzdünk hoppal, és a testvére ott végignézi, ahogy elverem az öcsét. Nézd, nagymama! Megmutatom neked, hogy harcol egy igazi ember. Hopp úgyis lelkes. Milyen jó zene van. Most már három pokémonja van. Oda néz a Vulu. Mirtus rúg szét a bárányt. De még mindig nincs rúgás támadásunk, de azért azt mondom. Most már erősebb lett a hóp, mint eddig. Sült bárány rendel. Hogy begurul? Tizenkettőn tanul rúgást, értem. Most behozzuk Ayushi Dave kukacát. Én nagyon. Ott a kukac. Au. Au, érzékeny a kukacom. Mármint a... Szép. Sült bárány borda. Igen. Jéj! Most tanulja meg a dupla rúgást a Mirtus. Nagyon jó. Zoltán a copycatet tanulta meg, Ákos 9-es. Rokidi, madár ellen nem hagyom lenne a kukacot. Jöjjön Leia, ő még nem volt ma harcba. A kis róka. Adunk egy beat-upot. Ez messze alig sebzi. Ja, hogy ez többszörös ütés. Jó, így már nem rossz, így már nem rossz. Szétkapom a madarat. Ez az, nézd oda, levitte a felét! Elnézést kérek, nézd, ahogy beindult. Hadszó oda ment így megütögetni. Visszavontam, nagyon jó támadás volt. És akkor egy gyors támadással fejezd be. Azzal a lendülettel szétkapta a Leia, mondom én. Hip-hop jön Leia, ennyi. Mit neki a madár? Groki. Groki ellen most kipróbáljuk újra a madarunkat, Ákost hívjuk. Dolgozzon ő is. Belement a személybe a homok. Pacsi, köszönöm a 6 hónapot, tehát a fél évet, diszti. Arra jó, hogy meg tudom köszönni azt, a mióta támogatsz. Erre jó. Szétkapom, mint Foxy a lábtörlőt. Ha most tanultad meg, hogy látod, szuper effektív vagyok a majomra. Ó, ez mondjuk kicsit fájt az Ákosnak. Úgy van. De minek örül, amikor vesztésre el? Mondjuk, hát figyelj, a Hope a leglelkesebb optimista izé. Ó, már megtanulta a botozást a majom. Honklapsz az támadás? Nem. Fölerősíti az atakot. Ó, le ne csapja már az Ákost. Csíp meg még egyszer. Ne majomkodjál, ne! Vereség is egyfajta győzelem. Igen, ismered a Poppy Playtime-ot? Nem nagyon. Ez az! Lenyomta Ákos a majmot. Leia 9-es lett. Elvettük Hope-nak a pénzét.
Nézd, Leon! Lenyomtam a öcsét. Mátor én vagyok az öcséd. Jaj, tudom, így már tudom. Na, kaptunk egy levelet, amit el kell vinni a gym leadernek. Jó, rendben. Értettük, Leon? És hol a testvéred, a Felon? Felon. Na, induljunk. Hulló csillag! Nézd, oda ment a Dragon Ball a Fortnite-ból. Felvette a csillogást. A kezembe adta a csillogást. Ez mit csinál? Amúgy furcsálom, hogy mai 9-10 évesek ezeket hordják plüsként. Tényleg gázul néz ki. Felvette a csillogást. Egy olyan kék plüs. Igen, tudom. Én azt ijesztőnek tartom, és mivel az horror jellegű, meg minden, én nem adnám a gyerekemnek személy szerint, meg betiltanám. Meg szerintem undorítóan néz ki, tehát hogy az szerintem messze nem szép. Kapjon Pokémon plüst, az cuki. Felvettük a csillogást, csak úgy mondom. Még egyszer. Na, megjött a Sonya. Hope-nak meg irángó görcse van. Elmentünk csicsikálni. Jó reggelt. Ébresztő. Hol a reggeli? Hol a tojás, a nutellás, kenyér és a... nem tudom mit... krumpli? Csak a szülőknek fogalma sincs, hogy mi az. Hát ez a szomorú, látod, Mirtusz. Gyerekek kezébe Annabel baba való. Jaj. Volt osztálytársam, mindig azt cipelték tavaly év végén, vagy 10 évesek voltak. Megkaptuk a Dynamax karkötőt. Ön egy Transformers plüst elfogadnék. Biztos, hogy valahol gyártanak olyat. Kapok reggelit? Nincs reggeli? Szomorú. De ott egy csomó kaja! Haló! Megeszem a répát, meg a hagymát. Hagymás répát? Ezt kérem szépen. Na, igen, mondtam, hogy megnézzük az ültetvényt. Ott is ott egy labda. Hát így, hogy be tudok menni mindenhova, gyerekek, szétnézünk. Egy Great Ball, nagyon jó. Ezzel nagyobb eséllyel kapok el ritkább Pokémon. Na, akadály. Gigantamaxos Mega Pokémon megnéznék. Nem néznek ki rosszul. Hagymás bab. Az is jó. Hope, mit találtál? Ja, talált egy teknős békát. Hope, lenyúlom tőled, azért mutatod, hogy nyúljam le. Neked adom, vidd a teknőst. Nem, most Hope megmutatta, hogy itt teknőst is találhatunk. Erre mik jönnek? Kutyák és madarak. Menjél már innen, csaje haza magadnak. Megtámadott a kutya. A kutya fáját. Menjél már innen. Ne kövessé! Lekövet! Csillogós repel! Ez arra jó, hogy olyankor nem jönnek a pokémonok. Nem iszom még meg. Na, valami rám jött. Büdös lesz a szád a hagymától, amúgy nem tudom mi értelme, mert itt se érezzük. Amúgy igen. Hagymát ne edd. Mert kell a lecsóba. A lecsó az jó, amúgy vasárnap láttam egy apukát két gyerekkel, kisgyereknek Pikachu sapi volt, férfi meg egy Mario-s póló, nagyon cukik látta. Tükörtojás, sült szalonnát, mustáros szendvicset ettem, jó hangzik. Oly, de dühösen megcsipegetett. Figyelj, így halad a világ, lehet, hogy majd lassan már az is lesz. Érzeznétek itt milyen idő van, meg minden. Hoppá, te a 9-es, Ajusi 9-es, Ákos 10-es. Ott csak madarok jönne. Adj, nézd a kutyát, hallod, nem hagy békibe. Veled már küzdöttem, fiam? Igen. Ja, várjál, hová megyünk? Először is mentsünk egyet. Igen.
Hú, de sok minden van már. Ó, visszafele kell mennünk, jó rendben. Akkor csak jó irányba mentem én. Nézd, minden tele van a kutyákkal. Ott a teknős. A csiftl. Csiftl. Egyszer Kampónában volt egy kisgyerek, olyan Pikachu sapiba, amit Dave-nek van, mosolyogtam egy jót. Én reggel egy tál műzli után kb. Semmit. Hát ezért egyetek rendesen, srácok. Mondjuk már én sem ettem sok mindent, úgyhogy. Krumpli... Mi volt? Paprikás krumplit ebédeltem. Figyelj, rugdosd meg, most már nézd, miért tudsz rugdosni. Rúg le! Most már mondhatom, hogy rúg le a fejét. Na ő mondjuk vízi Pokémon, ő is benne van az átfejlődése, ha jól emlékszem, a Unite-ba, azaz a teknős. Szia Nápoi! Üdvözletem! Jól vagyok, köszönöm. Ma érkezett meg a játék, úgyhogy elkezdtük tolni. Ez nem új, csak nekem hiányzott a gyűjteményből, meg nem volt végigjátszás belőle, úgyhogy tudsz rúgni, nem berúgni, csak rúgni. Milyen napod volt, Nápai? Pam. Na, ki szeretné elnevezni a teknős? Az emoji alatt az első írhatja a... Vagy lehet az ő neve, vagy írhat neki nevet. Aki még nem nevezett, az előnyt élvez Arceus, úgyhogy egyelőre még azt nem veszem figyelembe. Puki, nem. Anna is már nevezett. Zirak még nem nevezett, úgyhogy Zirak, te jössz akkor. Mondd a nevet. Hát nagyon rossz, beteg vagyok. Jobbulást kívánok neked. Van két teknősöm, és imádom őket. Figyelj, mondd a nevet most már, vagy lehet a te neved is. Legtöbbet azt csináltam, hogy a nézők neve. Szia, Máté! Mizu, hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen. Ma jött meg a játék, úgyhogy tolom neki. Nem, mert Pati nem ír egyből, de nem baj, lesz még Pati. Valamint anyám nem akar semmilyen fűtést bekapcsolni, pedig én szobám lentébbi szinten. Már lehet, hogy spórolni akar. Legyen Noel, rendben. Én még nem voltam Pokémon, hát lehet, hogy majd olyanra vársz, ami nagyon jól néz ki, és megtetszik neked. Viszont a vízi Pokémonon gondolkozok, hogy te kukacs, Leia ő sötét. Először a teát és a bárányt fogom kitenni. Semmi személyeskedés, csak ővelük nem annyira jutok sokra, először Zoltánt kicseréljük. Nagyon jó, megyünk tovább. Ó, bakker, nem akarok ennyi Poki ellen harcolni. Pati lassan Eevee lesz itt, igen. Ott van valami jelzés, a teknős jelzés, az mi az ott a bal sarokba? Kitakarja a fejem, de... Ez mi? Ez mi? Ez mi ez? Lejön sötét. Értem, spórolni akar, de dupla zokniban réteg nekünk jobb sarok. Ez mi ez? Miért kaptam ilyet? Ezt miért kaptam? Ez csak ilyen... Achievement. Te akkor kérd meg, hogy mégis fűtsön. Nem tudok jobbat mondani. Sziasztok, jó játékot! Szia, Mark! Ja, jelzi nekik, hogy fogtál egy olyan pokét. Aha, értem. Hoppá, becsillant a kavics. Ki akar trédelni? Nem, csak kiírta. Ja, de hogy lehet trédelni is vele. Hát te eddig itt se voltál. Vagy itt volt? Na, mit csináltál?
Tudom, viszont az ilyen családon belüli problémát nyilván Nápolyi mi meghallgatjuk, de megoldani nem tudjuk helyetted. Beszéljétek át, hogy miért nem. Amúgy még mi se fűtünk, tehát hogy bármennyire is hűvös van majd télen. Ó, jobbulást, megkaptuk a Swift nevű támadást. És most azt mondta, hogy let's go, megyünk tovább. Jegyeket, bérleteket, csak úgy mondom. Itt vannak az anyáink. Az anyáink adtak nekünk camping gírt. Sátrat. Most már tudunk campingolni. Egyszerre bólogatnak, mint a bólogatós kutyák. Hopnak, megint rángása van. Megjött jegyeket, bérleteket. Most teljesen indokoltan érkezett a Véneszaur BKV ellen. Oda nézni, bár ilyen tiszta lenne a magyar is. Hát akkor menj fel hozzá. Többet sajnos nem tudok mondani, Nápolyi. Szülőd helyett nem lehetek szülőd. Aki amúgy Anna. Ja, most magyarázza, hogy a sátor... Mire jó a sátor amúgy? Horgászatnál is kitehetem. És telefonon, ott ülnek egymással szemben, a telefonon beszélik meg, hogy miért jó a sátor. 2022. Nézd, a gonosz BKV ellenőr. Hát még most, még emlékszek rá. Kaptam egy Pikachut! Ki akar Pikachu lenni? Aki még nem volt, olyanok írják. Dori volt az első. Hol a hosszú ó? Várjál. Hát ez elfogadható. Várjál, ott van. Dori. Nem, egy fióknak számolom annak. És ezt nem lehet átfejleszteni. Ó, tudom, azért nem rakom be csapatba. Igen, mert ezt azért kaptuk, mert ugye megvan nekünk a Let's Go Pikachu, tőle pedig meg fogjuk kapni az átalakíthatatlan Eevee-t. Let's Go Eevee, úgyhogy jöhet az Eevee emoji alatt, aki szeretné elnevezni. Én Bulbasaurra várok. Baxi például úgy foglalta le magának az elektromos pokét, beszupercsetezett és megírta, hogy mi legyen ő. Ez is egy opció. Igen. Campingben bírsz főzni, játszani a pokékkal, ha kilépsz, akkor kapnak a pokéd XP-t. Aha! Na ki akar Eevee lenni? Minden live-ban újra számolok minden embert, úgyhogy... De akkor ez az Eevee is a fejleszthető, hát meg a Pikachu, ez igaz? Sandy lesz, rendben. Tehát tényleg ők nem alakíthatóak át, sajnos. Lesz majd biztos egy Puki nevű is. Pati, te biztos a live végén tartasz? Mert már tök rég mondtam, mikor mondtam. De mivel nem alakítható át, őket csak így elkaptuk, és hogy gyakorlatilag nem fogom betenni a csapatba. De ott vannak, fixen a csapatba. Tehát érted a lényeget, na. Azért mondom, Pati, hogy mindig feltűnően nagyon sokára reagálsz. Nézd meg, kérlek. Na, itt a nagy map. Jó edzés, rendben. Oké, várlak majd. Hétvégén csak rövid live lesz, nézd meg a live menetrendet. Most kevesebb live lesz, most több videó lesz a héten. Ne. Mentünk egyet. Bulbasaur, rendben van, diszti, ezeket mindent majd felírom a füzetbe. Baxit már elkaptam, de hogyha lesz Bulbasaur, akkor
akkor fixen az a tiéd. És köszönöm a 400 forintos támogatást. Tudok fütyülni, more! Itt feltölti a pokémonjaimat a nénye. Oda néz. Simba, ez mind a tiéd. Most már meg tudod nézni Pikachu és Eevee-t a Dexben, hogy hol találhatóak. Legalább. Na megjött Sonja. Követ minket. Gyanús. Rendben van Mirtusz. Üss ki mindenkit. Szia, rendben van Mirtusz. Ha lesz kedved, majd nézd vissza a végét, amiről lemaradsz. Ez itt Erzsébet királynő kastélya. És tényleg. Amúgy szép kastély. Közös, örülök, hogy itt voltál, Eevee, de cukika. Tényleg cuki az Eevee. Na megint lemaradt fél percet, szeressük a netem. No. Pokémon Box Link. Ez mire is jó nekünk? A Balmoral kastélya. Nézzétek meg, milyen gyönyörű táj. Nézzem ezt a gyönyörű tájat itten. Hoppá, már megcsillant valami. És ezek a pokék, emlékszek, hogy itt nagyon erősek. Ennyire emlékszek azért, hogy ne menjek rájuk. Ide majd visszajövünk pokét fogni máskor. Mert ezek még nagyon erősek. Itt csak igazából most átrohanunk a küldi felé. Nem találom a mapot, csak a szememet nem veri ki. Tehát be kell menni a kastélyba. Megyek ötoldalni német. Nem tanulja meg önmagát, szóval let's go. Magolni. Hát hajrá Diszti, és visszanézhető lesz a live, nyugi-nyugi. Ott van előtted a parlamented, és tényleg. Úgy Tamás Dél a lovacska, csak ezekhez még nagyon kicsik vagyunk, hogy harcoljunk velük, de ők is lesznek majd. Most ha minden igaz, csak be kell oda futnunk, ott egy Battle Free. Paci, igen. Városon kívül is hozzáférjek a pokékhoz. Ott a kis csacsi. Sok kis csacsi. Vulpix. Még több kis csacsi, egy szatú. De mert ezeket nem most fogom elkapni, az egy... Az mi ez? Az nem tudom. Mi az? Nem látom. Itt majd máskor fogunk pokékat fogni. Vannak itt ezek a piros kövek, majd ezekre is kitérünk legközelebb. Igen, de fiókonként egynek számolom, ezt Anna is kérdezte. Ha ők itt a kempingezésről beszélnek, talán. Jó, nézd meg ezt a lépcsőt, azért ezen föl kéne sétálni, elfáradná. Én biztos. Ki még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot. Beautiful. Harangoznak, ütött az órám. Na itt a főváros. Motosztók. Igen. Vaj légy, bár ugye Battle Free, én régen azt mondtam rá, hogy vaj ingyen, mert free. Most megnézzük a gyönyörű várost. Ez a főváros. És itt, jaj, itt lehet melegedni. Itt beszélgetnek az urak. Itt egy Mincino. És jön Sonja. Nyomján egy lájkot, különben leszállítalak a buszról, írja Baxi Széke és Pati Csipsze. Színszezés lesz, nem tervezem a közeljövőbe. Bőven, bőven sokkal játszunk most. Na, mostanában nem. Egyszer nem kizárt.
Megkaptuk a Liga kártyát, ezzel részt vehetünk majd a Ligába való küzdelmekért, ugye le kell győzni a gymeket. És az is egy nagy különbség, hogy kettő új gym lesz benne, nem az, mint a Shieldben volt, egy szellem gym, meg azt hiszem a jégit, meg lesz egy harcos, meg szikla. Ha jól tudom, tehát egy tök másik lesz, nézzük meg azért a kis pokémonjainkat. Ugye itt van Dori a Pikachu, és Sandy az Eevee. Itt lehet a városban kosztumizálni. Igen, az rémlet, igen, itt lehet Nick nevet, ők nem adnak semmit nekem. Neki mi kell? Várjál. Bunnelbeat, és ad érte egy Scovetet. Hát, amúgy se érné meg nekem, de majd ezeket is teljesítjük. Szia, Emi! Új, tudok különböző labdákat venni. Veszünk is két Healbolt. Le tudja valaki írni, mire jó a Healbolt? Egy Netball, ő a víztípusú pokékra jó. És a Nestball, azt szintén nem tudom. Ja, persze, majd fogunk ruhákat is venni, csak még gyűjtök több pénzt. Itt vegyünk még pokélabdát, így. Igen, töltsük fel az életet, az se egy utolsó dolog. Jelenlegi csapatunknak. Ja, az elkapottnak az életét feltölti valamelyik. Aha. Az jó. Az nem egy utolsó dolog. Erre még nem tudunk elmenni. Itt jól néz ki ez a kép, itt be tudok ideig jönni, de ott nincs értelme, nem tudok még a vizen járni. Aha. Gymhez vezet minket, azt hiszem. Lehet, hogy még az első gymezés belefér ebbe a live-ba? Ez mindjárt kiderül, ott ez van, ahol van Mész Sonja. Ott egy nagy Onix. Onix orb. De igen, majd át fogom alakítani a karaktert. Onix Len. Néni, kislány. Oké. Okay. Ezt látom, hogy ott a ruhásbolt. Te mit árulsz itt, zenés úriember? Ó, egy Focus Energy támadást. Érdemes mindenkivel beszélgetni, ki tudja, hogy ki mit ad. Hightech Airbats. Hát jó. Jobbról balra, balról jobbra virágos néni. Semmi. Valami poké ránk morgott. Ó, Leon Charizardja, hát mi más? Fáj az orrom, az nem jó. Jött szurkolni nekünk? Konkrétan, Leon. Még kapok tőle, és hallod, úgy osztogatják itt a cuccokat. Mit kaptál, egy farönköt? Oda néz. Semmi baj, Arceus. Na, ó, hallod! Ez így fölvinne, mint az óriás kerék. Be ne hányú. Ott a pokélabda ember. Ő mindig ad valami ajándékot. Itt most pokélabdát ad. Milyen meglepő, nem? Beszélgető pár. És itt a Hope. Szia, Hope. Lesz az első stadium. Gondolom, hogy ez egy vicc. Na, közben hazaért Jana is, úgyhogy lehet, hogy az első gym után lezárjuk. A gymet még beletartjuk. Ma már ide értünk. Szia! Átadom. Jana szerepelni fog? Nem hiszem, munkából jött és nagyon fáradt, úgyhogy nem. Szerintem nem.
de üdvözölnek. Ja igen, és próbáról. Most beadtuk ugye a jelentkezésünket a ligára lényegében közben. Csak hogy mi történt nagyjából. És akkor itt magyarázza el, hogy le kell győzni a gym leadereket. Eldönthetjük a számunkat, hogy mi legyen a számom. 06, nem, a 25-es a szerencse számom, vagy ilyen kedvenc számom. Én azt szeretném magam a mezemre. Valamiért mindig az volt a kedvenc számom, a 25-es, de hogy mi alapján, azt nem tudom. Írjátok be most a chatre, nektek mi a kedvenc számotok. 4-20, nem. Ezt most én megcsináltam. Hú, de fura bőrszíne van szegénynek, ilyen sápadtabb a rózsa, vagy izé zöld rúzsal. Hello Alícia, Hamburg Lunar New Year, hellóka, újonc lennék. De nem haraptok, alapvetően nem, minimális szabályokat kell betartani, üdvözöllek a csatornán. Röviden a moderátorok majd ismertetik a szabályokat, de ne beszélj csúnyán, ne írj csupa nagybetűvel, nincs mikor lesz kérdés, stb. És érezd jól magad a live-okba, és majd nem sokára pont úgy értél, hogy lesz egy 24 órás live, mert elértük a 6000-et, és azt fogjuk megünnepelni a közelgő egy-másfél hónapban valamelyik napon. Na, ez meg lett, de még lehet félreértettem, és még a gymezés nem most lesz, mert a liga kártya az megvan. Jaj, nem akartam ide felmenni most. És van egy Discordunk is, ha van kedved, oda be tudsz lépni, nézd meg a leírás, stb. És üdvözlünk. Aha, most ide jött egy ilyen úriember. Nézzünk, hogy hova kell menni. Tone map. Aha. De valamit ott kell bent. Bugyú drop in night. Csekkoljam a bugyú dropot. Wow, mit hoztál? Meg vagyok lepődve. Nem hallok. Vasalódeszka. Vasalódeszka. Találtad? Te jó, Jana talált egy vasalódeszkát, gyerekek. Szia, Baxi, már meglettél, elkaptunk. Buci megeszi a lábam. Nem finom, ne egyetek pati lábat. A buci az a pati kutyája. Nem, én a hamburger bucira gondoltam, de kinek mi? De igen, Amy is a stól bucit írta. Rendben van, Sandy. Na, itt van ugye a Sword and Shield. Jól haladtunk amúgy előre. Én kérek popcorn, Pati írja Alícia. Én is kérek. Hali Bende Gúz, mi újság, hogy vagy, milyen napod volt? Na, meg lett a zsákmány baxi. Itt a rock'n'roll, itt a rocker csapat. Yeah! Metal! Őket bírom amúgy. Jó a zenéjük, meg minden itt a játékon belül. Ővelük sokszor fogunk harcolni, például most. A trombitás, vagy kürtös kalács. Zigzagoon! VS Mirtus! Mirtus szétkapja a zigzagunt. Egy rúgás volt. Viszont látásra. Meglett a loot, szuper! Mivel az Eevee nem fejleszthető, Sandy, nem fogom most behozni. Tehát, hogy nem mindenkit hozok be harcokba, azt nézzétek el nekem. Nyugi Baxi, messze van az első gym, mert azt lőttem be, de lehet, hogyha messzebb van, akkor ezeket lenyomom és utána szünet.
Rendben, utána majd nyitáshoz sok sikert előre is. Jó napom volt, csak dupletesink és elfáradtam. Hát az ilyen kitartás. Várj, babám, Baxi üzeni, hogy kérdezzem meg, talált-e a cucnak, talált cucnak vannak-e agancsai, mert akkor szarvas lódeszka. Hallottad? Nem hallak ám, mert nekem szól a zene a fülembe. Biztos. Nincsen. Nincsen. Tessék, sima vasári deszka. Tessék? Sima vasári deszka. De amúgy igen, Baxi, ez köszönjük szépen. Na hát ezt gyorsan leütettük közben Mirtusszal. Neki is annyi, neki is kampó. Nézd oda, kiesnek a pánkok. Jó a pánk. Hopp. A hopp gyorsan felhílelt mindent is. Nézd, ott keménykedik ott a Sziget Fesztiválra készülő csapat. Most jön a kemény legény. Ja nem, dupla harc. Oppá, hoppá, első dupla harcunk. Egy Zigzagoon és egy Nikit. Látnálunk meg a Vulút hozta, ugye? Tehát magyarul nekem kell lehoznom a meccset, köszönjük, hopp. Én rámegyek a Nikitre. Kövi live lehetne úgy, hogy Baxival egy DC-n random benyomja a poénjait. Ja, hogy bekapcsolom a Baxit DC-n és random szóba mondja, azért meglepődnék néha lehet. Nem emlékszem, hogy mennyi idő az első gym, most még lesz egy adag szövegelés, meg aludni kell egyet, másnap bevonulni a turnament kezdésre. Ja, akkor lehet, hogy ha ezeket levertük, akkor utána azzal zárjuk, és az első gym már a következő Sword Live-ra tevődik. Ó, megjött a Buci, a bokazabáló. Nagyon jó. Emlékeztem, hogy Bucinak volt fiókja. Lerúgdassuk. Ja igen, mert itt derült, hogy ők is résztvevők, meg stb. Erre valamilyen szinten emlékszek. Na, a Teja, illetve a Leja is lépett szintet. Hát ketten nem értek egyet. De én általában egyet értek. Ó, jön a vezér, akinek még a nevét nem fette fel. De ott van a Morpeko, vagy Murpeko, vagy mi a neve annak a Pokémonnak. Tarka Pikachu. Ők itt megjött, azt mondja a mester, most így kb. Fejet hajtanak. Marin! Marint is bírtam. Vagy Marni, nem Marin. Marni. Vigyázni kell, mert ő szeret Marni. Nem megyünk közel hozzá. Csak hópot lökjük oda neki. Ő nem támad meg minket a Marni. Morpekót megnéztük. Nem, nem akar belénk Marni. Oké, leadtuk a nevezésünket a gym fightokra a recepciós úriembernél. Igen, most alszunk, felkeltünk, Hope már tornázik, gyakorolja, hogy kell dobni a pokélabdát, mert ezen múlik minden, nem a pokémonokon. A dobás nagyon sokat számít, lehet, hogy kislabda dobáson akar indulni, csak összetévesztette a játékot. Üres lett a szálloda, illetve a lánya Marni még itt maradt. Én is elhagyom a házat, Marni ott még eltölti az időt, megreggelizik. És akkor kijött a Gym Challenger csávó. Pati csirke lába, mi van? Oké, ott van hátul egy labda. Megjegyeztem, hogyha van egy kert, a kertben itt nem gyümölcs van, meg minden, hanem konkrétan labda. Labda, ott a labdakút. Dave, nem tudom milyen. Na, gyűlnek a fiókok, srácok. Végül is így stabilabban meg lesz az a 6000. Azt nézzük meg, hogy most jó felé megyünk-e. Egyet szévelünk, mert már nagyon rég volt mentés. Sokan nem emlékszünk nagyon a sztorira. Nem baj, majd én átköltöm a sztorit. Teljesen jóra. Innen még mindig valamit itt ír. Today the gym challenge opening ceremony. Meg kell tartani a ceremóniát. Szia Pútá, Tau!
Nem is vagyok a csapatban, pedig jó kutya vagyok. Tudom, Vaxi, de most még nem vagy benne. Nem lehetsz mindig a csapatom tagja. Nincs sajnos ilyen privilégium. De majd előbb-utóbb lehet, hogy bekerülsz, ha valami vizes terem jön, vagy valami, akkor lehet, hogy berakunk. Összelocsolni. Na, hol indul a ceremónia? Bácsi, indítsd már a ceremóniát. Szeretném elkezdeni. Ceremónia, mester! Hagy aludjak már. Ja, még most visszaadta a borravalót, valamit a zsebembe nyomott. Fejből nem tudom, ki van bent. Az első hat szerintem. Átöltöztem, oda nézze a 25-ös mezem. Ronaldo nem kapott ilyet. Puk, Dave Pukia. Ez már teljesen a csúcs. Na, indul a buli! Akkor a sportstadiont Magyarországon nem láttak ilyet. Oda nézzé, bejött a két főszervező. Ladies and gentlemen! I am Rose, chairman of the Pokémon League. I know that everyone... Nem bírok ilyen gyorsan olvasni. De jó a zene, ilyen kis technós, minimál technó, ilyen kis scooteres. Igen, és amúgy némán beszél, igen, ezt emlékszek, hogy a szinkront hiányoltuk. Ez az, legyen meg stabilan. De a zene jó, azt ki lehet élvezni, az egy dolog, hogy nem beszél a karakter semmit. És azok meg úgy néznek ki, ott csak úgy mondom a két ember, mint a banán. Meddig jutottál a játékban? Mármint annó? Hát nem volt DLC-m, végigvittem az Eternatusig. De ebben másik két... Itt jönnek a gym leaderek, azt mondtam pont Baxi, hogy ki van cserével kettő. Nincsen jeges meg szellem, hanem helyette más van. Itt a fűtípusú Milo! Üdvözöljük Milót! Itt a víztípusú Nessa. Majd érkezik a fire típusú Kabu. A Fighting Bea, ő például csak ebbe lesz, a harcos Bea. A tündér típusú Opál Mama, rá emlékszünk. A rock típusú Jordi, ő is ebbe van csak. Ő is új lesz. És érkezik a végén Raihan, a sárkány típusú gym leader. But, valaki hiányzik. Közben a tömeg őrjöng. Mongufta Talin nem őrjöngtek, így értem, nézd oda. 3, 4, 5, 6, 7. Valaki nem jött el, mert elaludt. És elsötétült a kép. Nem, ott jön az utolsó. Én vagyok. De nem, az én nem lehetek mester magam ellen. Bevonulok a stadionba, oda néz. Kinek hozhatok törölközőt? Jönnek a vetélytársak. Csodálkozok, hogy ennyi embert én még nem láttam egyszerre. Szia Ninja, közben bocsáss meg, hogy nem egyből köszöntem. Na, olyan gyorsan átöltöztünk a megnyitó után, Hope-nak megint megjött az izomrángása, mert most extázisba került. Ott a financiális Rose elnök, aki fizeti az egész bajnokságot, és Leon a bajnok. Szép estét, Kenta! Pont zárásra érkeztél, most fogjuk nem sokára lezárni a kezdetet, de lesz még live bőven, mert még most kezdtük el, most érkezett meg, úgyhogy nekem ez még egy hiánycikk volt. És kaptunk nagyon finom kávét mellé, hopp, már megint idegbe gurult. Igen, gym challenge, innen mehetünk is ki. Milyen napod volt, Kenta? Aha, mutatja a térkép is. Megint harangoznak. Megkaptuk a repülőtaxi bérletet, vagy mit kaptunk? Na végre látod a kiírásomat, főakkommal nem tudok ideírni. Nem tudom miért, Kenta. Múltkor Zsoltnak is ez volt, hogy mondta, hogy nem működik neki az írás.
oda föl kell menni, de nem tudok még felszállni, csak ebbe a kettőbe. Most el kéne repülnöm, mondjuk majd oda kell felmenni. Hát max ide tudok átrepülni. Múltkori streamben se értettem, miért nem válaszolsz. Nem tudom, mi lehet Kenta. Szia, szárnyas lány! Emlegettelek a nagy könyvtárnál, hogy hogy tetszene neked. Na, hoppal meg kell küzdeni. Én is így örültem ennek a játéknak, nagyon szeretem. És annó csak ugye a kalózkodós verziót nyomtuk valameddig el. És így most szépen átnézzük a területeket, minden. Úgyhogy nem tudom, Kenta, hogy mi okozhatta. Mirtusszal lerúgjuk a Vulut. Nagyon jó. Mongufta csirke... Micsoda? Mongufta csirke popcorn turmixos patis lábszag mongufták. Hallod? Ennél hosszabb nevet nem tudsz beírni. Ezt még kiolvasni is majdnem egy nyelvtörő. Teja 10-es. Amúgy Ajusi van bent, Leja, Noel és Ákos. Kérdeztétek, hogy mik vannak a csapatban jelenleg. Nem figyeltem ki jön, de bedobjuk Noelt. Tü-tü-tü. A kis teknős. Ó, rossz választás, mert fűtípus. Akkor Dév azzal a lendülettel visszahívja, és jön Ákos. Mond? A séf. A séf, igen. Aki egy madár, egy galamb. A galamb lelkű. Szárnyas lány, köszönöm szépen a 400 forintos szuper matricát. Melyik Pokémon szeretnéd majd, hogy rólad nevezzem el? Mert Baxi így foglalta le magának az elektromos kiskutyát, például, meg Diszti a Bulbasaurt. Mondd azt egyet, ami még nincs, akkor azt majd ugyanúgy leprintscreenelem, és akkor elkapjuk, akkor elnevezzük. És köszönöm szépen a támogatásod. A kis menő napszemüveges körte matricát. Ha az körte. Hát ilyen körteszerű. Tényleg akartam mesélni tegnapi gyakorlaton, nem volt rossz. Először ponyvát terítettünk, utána vashálót, ezután saluzatot állítottunk, kb. 7 óra munka. Mi az a saluzat? Bocsáss meg, de nem tudom. Szerintem saluzat. Lehet. Kérlek szépen egy szárnyas nevű szárnyas. Tehát, hogy bármelyik szárnyas lehet majd, aminek van szárnya. Ó, jaj, le fog csapni, várját. Hozzuk vissza Mirtus, vagy várjál? Jó, az Ajusi is ellene, az egy kukac, a kukacom. Remélem, rám még emlékszem. Mongufta szutyok, emlékszek. Azt neveld el, mert ki van támasztva, elosztom, egyszer elment a kép. Tessék? Várj, addig lenémítom, nem hallok semmit. Most mond. Biztos nem, mert közelem volt. Ja, akkor nem, akkor semmi. Elkezded a földelést? Már megcsináltad. Jó. Nagyon képbe vagy, Bobi. Igen. Na, túléli a kukac. De csal a hó, potizik. Csal. Bármelyik, nem muszáj flying type, tehát lehet egy lepke is akár. Ez olyan keret, ami megtartja a betont. Aha. Dave mikrója kérdezi, mit főzön Janának. Nagyon vicces csetünk van, igen. Na, mit főzön nekem? Hamburger. 8 órára ideér. Érdekes dolgokat tudsz főzni. Ugye? Mindenki is level up-olt, kivéve Mirtuszt. Ákos megtanulja a furry attack-et. Na jó, Jana nevetését hallani. Itt van. Nézzétek, kapott tőlem virágföldet. Hát nem, azért én ezt így nem újságolnám. Miért? Egy shuffler az a sugárral elja. Addig behozzuk teját a kis kövéret. Én tenyésztettem. Ez itt valami random növény, ami egy virágfölddel belekerült az egyik növényembe, és csináltam belőle három másikat. Tényleg, halálkozóan van. Na, összecsap Teja és a Rocky D. Ez egy ilyen kis futó izé. És ezt pedig, ezt is én termesztettem egy
sugárral eljön. Ki van a csapatodban? DKG, most mutogattam, hogy kik vannak benne, cserégetem a pokékat. De majd mindjárt felolvasom. Remélem Jana nem észleli a büdös szagokat. Nincs is büdös! Mindig büdös. Dave Pukia. Milyen fikusz kukiszok ezek? Nem fikusz. Nem fikusz. Az nincsen sajnos. Az pont nincs. Fikusz, kulumikusz, kulukusz. Az. Nem. Sugár, arária. Valami sugár, azália. Arária, te. Arária, te. Jó, hát nekem megy a fülembe a zene. Átalakul a kukacom! Oda néz. Gyönyörű, sárga, krumplibogár lettem. Dotler. Ez meg mint valami cégnév. Üdv a Dotlerben. De valamelyik a facecamtől nem látszik. Jó, mindjárt mondom ki a csapatom. Ó, és már a Dotler, ja, megtanulja a reflektet. Tud reflektálni, meg lightscreenálni, meg confuse-ezni. Tiszta okos lett. Jana nem fázik? Fázol? Miért fázik? Nem tudom. Nem. Jó idő van. Kikér netpincért, netpincér Janának és a mongustáknak. Jöhet. Honnan tudod, hogy nem voltról rendeltem? De amúgy eltaláltad. Dave, milyen az én másik fiók nevem? Mind nagyon kreatív, nincs is netpincér. Tényleg már foodpanda van. Valóban. De amúgy tényleg nagyon kreatívak vagytok, srácok. Aztán majd 24 órásban mindenki jön mindenne, és ki kell találnom ki. Tehát van Mirtus a Scorbunny, Teja a Scovet, Ayushi a Bogár, Leia a Róka, Noel a Teknős, és Ákos a Madár. Ez a csapat jelenleg. Dave Széke kérdezi, ugye nem vagyok összenyomva. Felgyógyítjuk a csapatot, mert enyhén szóval levitte az életünket ez a harc. Na, azért erősödik a kis hóp. Hópuszpó. Én egyszer Dunapandába mennék el, azt mondják, sok kínai étel. Soha nem vittél még el. Nem én mondtam. Tudom, de mondtam. De majd egyszer mi is tervezünk elmenni. Na most már látod, az asszony mondta... 3 évig terveztünk elmenni. Egy évig. Jó, oda, akkor én keverem, én azt hittem... Három utcára lakunk tőle. De én azt hittem, hogy az, ahol lehetett a polipokat venni ott az új helyen. Az, de mondom, mint az IKEA, hogy arra is mennyi idő volt, mi lehetettelek. Ja, igen. Ne írd nagybetűkkel, szárnyas lány, mert téged is megbüntet a Nightbot. Na, de akkor itt az új cél, látjátok? Ilyen, hogyha itt van a... itthon van Jana, és ti itt vagytok, már vihetem is máshova. De mondjuk bármikor elmegyünk, csak nehéz összehozni a dolgot. Lehet következő live-ban hozok egy új családtagot. Na, rendben van, Arceus. De várjál már, azt akarom megnézni, hogy hova megyek, és folyton máshova tevődik a térképen. Ez olyan okos térkép, azt se tudom mi van. Jó, ezt most lenyomtuk, akkor ide átrepülünk a flying taxival. Tehát pont itt voltunk, mindegy, Dave, engedd el. Mentsek közbe. Miért? Mert valami gubanc történhet? Mondjuk tény, hogy az autót kikapcsoltam. Rendben, rendben van, Arceus. Oksi, oksi. Igen, itt a füst. Izmos úriember, akarsz velem harcolni? Csak gyúroskodik. Flebébé! Na, dehogy is, Gossiflör. Ne hidd, Dave és az új pokék ismerete. Ez egy Gossiflör és nem Flebébé, de nekem majdnem ugyanaz, jó? 14-es szintű, váó. Wow. Nagyobb, mint a pokémonjai. Hatott a koton hatás. Katondom. Énekel, elaltat. Nézd meg, a Mirtuszt elaltatták. Ide nézzetek?
Hú, mindjárt mit mutat nektek? Jön a várjász ki. Mindjárt mutatom nektek. Várj, nagyobbítok addig magamon. Most mutasd. Itt a gyökér. Ilyen nagy gyökere van a dracinának. És most találjam el, hogy milyen, mekkora volt a kép. Ennél kisebb volt. Így valahogy. Rendben, szia DKG csapat. Jó, megpróbáljuk a Gossiflört elkapni. A Gossiflör, tündér és fű, vagy csak tündér? Mondom, itt még Dave-nek is lesznek új pokék, tehát hogy Dave se tud itt minden. Info. Csak fű. Rendben, köszönöm Kenta. Mehet a pokélabda. Szerinted melyik a legszivatósabb, legdefenzívebb poké? Snorlax. Bár még lehet a Slaking is. Na most jöhet az emoji kaláz első, hogy ki szeretné elnevezni a Gossiflört. Jó, a volt az első, SSO Channel. Mi legyen a neve, vagy legyen az a neve, vagy SSO Channel? Pati lemaradtál, Anna te pedig már voltál ma. A pukit inkább valami csúnya pokérre tartogass, nem áll ilyen szépre. SSO Channelnek írjam, vagy van egy névötleted a Gossiflőrle, megvárunk nyugi, aki pedig még nem tette, dobhat egy hatalmas lájkot. Köszi, köszi, hogyha tetszik. Úgyhogy Kenta, nem tudom, mi lehet a másik fiókoddal. Fogalmam nincs. Talán, de amúgy Shaquille-nek van a legnagyobb defense. Tényleg, a Shaquille is. Feladom, a vérpitypang. Na, SSO Channel, kérlek írd, hogy mi legyen, jó? Feldoborodott a napom, már örülök. Shaquille. Shaquille, akalakalakala. Boom, shakalaka. Akkor SSO Channel lesz, de mire bepötyögöm, tuti ír egy nevet. SSO Channel, ugye? Már nem látok. Channel Evel. Viszont egy fűtípusú Pokémon nem egy utolsó lenne, úgyhogy a Mókusnak a teljhatalma eddig tartott. Mondtam, hogy őtől leválunk meg az egyik leghamarabb. Ott a büdös borz! Na ez fingik! Na ez lehet puk, hogyha gyors leszel! Meg ha elkapjuk, persze. Mert ő tényleg egy büdös Pokémon. Őt, ha megszavazzátok, elnevezzük Puknak. Látod? Acid spray. Ja, várjál, mondjuk Mirtus ne üsse már le. 11 HP-nk van. Hát az még meg lehet. Ja, szebb állatra tartogatod a Pukkot. Jó, akkor nem lesz Puk. Hát, lerúgta a Mirtus, úgyhogy semmi nem lesz, nem kaptuk el. Rip! Jöhet a Rip emoji, gyerekek! Most van itt a Rip emoji lényege. Nem sikerült elkapni. Na, egy madár. Kedvenc méreg Pokémon, ez jó kérdés. Szeretem a Mákkot is, Weezinget. Árbokot. Várj, ez viszont meg fog jelölni, ha lenhagyom a Mirtuszt, úgyhogy... Ez egy madár? Igen. Lehozzuk Noelt. Nekem Krobet. Ő se rossz. Már alig várom, hogy megérkezzem majd a vacsora.
8-ra kértem, mert azt mondta, hogy 8 körül vagy várható. Nekem szemétkupac G-Max formája a legjobb, na azt így nem tudom, hogy néz ki fejből. Én is szeretem makkot, de porcukorral. Ne! Kedvenc méret poké, sálazzú. Az az elektromos, punkszerű méreg Pokémon Geek. Dévés a megfogalmazás. Egy HP-val túlélte Noel. Viszont Rokidit nem veri le, úgyhogy megint pokét cserélünk. Bedobjuk Ayushit, hát ha fejlődik tőle. Fire Poison alul a régióból, akkor keverem. Azért mondom, hogy igazából én, itt már nekem is kell mit tanulnom az új pokémonokról. Mondjuk Davis okos bedob egy bogarat a madár pokémon ellen. Engedjük el. Meg is ölt a bogarat, ez én hülyeségem volt, elnézést. Ezt messzere elrontottam. Jöhet akkor helyette Ákos. Garbodor tele van játékkal, kis repülőhajó, és a hátsójából egy vonat ló ki, ez nem vicc. Oké. Okay. Egy vonat ló ki a fenekéből, úgy alakul át a poké. Lesz rendes Moon végigjátszás? Nem, mert Switchre nem adtak ki Sun and Moon-os dolgot, de ha kiadnak, akkor nem kizárt. Ha egy remake-et mondjuk. Ott volt egy Eevee, de nem akarok minden pokénál most még megállni. Vagy végül is gyűjtögetünk is. Viszont vissza kéne menni healelni. Ott egy Zigzagoon. Egyet healelünk. Mi van az Y-nál már megint? Ja, itt kapom az információkat az online játékosokról, de hát én nem feltétlen vagyok kíváncsi, hogy ki mit fog. Slowking kedvenc Poison Pokém. A Poison Slowking jól néz ki valóban. Na, azért alakul a csapat kinézete. Parararam, pam, papam. Attila Makó, üdvözletem! Szia Dave, Noémi, SSO vagyok, csak nem saját telefonomról. Elhiszem. Üdvözletem, mi van? Ó, rám rohan a Zigzagoon. Végül is elkaptuk a méreg Pokémont, vagy nem? Várjál, hol a Pokédex? Szerintem nem kaptuk el. Stanky. Ugye nem kaptuk el. Jaj. Aha, jó, nem sikerült. Na, akkor majd most. Hogy megy a játék? Jól haladunk benne. Most mondtam, hogy nem átrohanunk mindenhol, hanem tényleg gyűjtögetünk, szépen összeszedjük őket. Mint ahogy most se rohanok át egyből. Te ne öld meg! Jaj, de jó. De szép ilyen a hangja. Hát igen. Ami szép, az szép. Ami jó, az jó. X. És most már a pokélagda. Na, Mongufta Power, meg lesz vagy nem lesz? Meg lesz vagy nem lesz? Meg lett! Jöhet az emoji alá a név ötlet, aki még nem nevezett elő, elnevezhet alapvetően. Lehet a csatorna neved, meg lehet, hogy random. Várjál, közben tanul egyet a róka. Hát még egy picit tartanám, hogyha nem zavar, de hogyha zavar. Egy percet hozzá. Akkor mind betegyek szünet, nem kell szünet. Nem kell szünet semmi. Urbán Viktor, jó napot, üdvözletem, csodás a csatornát. Köszönöm, Viktor úr. Pokédex update, excellent. Nyilván nem az eredeti. Az
eredeti Orbán Viktor megnyeri. Na, jöhet a névötlet. Félő, hogy Orbán Viktor lesz ezek után. Porszívó éjesze már. Legjobb, ne viccelj, erre elaludni. Best. Szia, Tiz Hung Gaming, mindjárt abba marad a porszívó. Addig írjatok névötletet. Neveket! Igen, azért ne. Orbán Viktort letiltik ideiglenesen. Jó, mivel nem volt senki, akkor így Puki ki. Mi? Puki Kiki. Jó. Ez lett kész. Puki lesz. Csak Puki lett a büdös borzból, gyerekek. Meg lett Anna Pukia. Nagy gossiplőrrel megküzdünk, mert látszik, hogy erős. Sok is szét ad. Pati azt írta, hogy ASMR már van a háttérbe. Ó, tényleg! Na Pati, következőt elnevezem fixen rólad, jó? Bezavart a porszívó, na! Tényleg nem láttam. Nem baj, itt úgyis van Bullpix, az szebb, majd mindjárt az lesz a Pati, ha elkapom. Azt mondta, egy percig porszívót itt. Mindenkinél máshogy mutatja Anna, azt számít, amit én látok. Nagyon jó, tényleg sok XP-t adok. Na azt írta, hogy oltassuk be magunkat. Hol a Vulpix? De! Rám jött a lány! Rej. Lass Rej. Az utolsó Rej. Vulpix. Ott a Vulpix. Tűz vs. tűz gondolhatnánk. De Dave okos, ezért behozza Noelt. Pati kap Food Pandát. Így van. Ki pedig még nem tette, dobjon egy hatalmas lájkot, srácok. Köszi, köszi. Véget ért az ASMR. Jó, igaz, Körci. Megy a Water Gun. Földet takarítottál? Gondoltam. És látjátok, ingyen volt a porszívó érsze már. Azért már valami extra szolgáltatás. Lenyomtuk a Bullpixet. Noel 1-ből 12-es, Ákos 14-es. És 1800 pénzt elvettünk a lánytól, vagyis 1800-at. Na, hol a Vulpix? Ott van. De nem, a Vulpix lesz a... Hol van? Eltűnt a Vulpix. Hol a Vulpix? Itt a Vulpix, hol a Vulpix? Hát pedig tényleg az itt volt. Menjetek már innen, egyéb pokémonok. Ráültem. Hol a Vulpix? Addig nem megyek tovább, amíg nem jön egy Vulpix. Mi az a felkiáltó jel? Egy macsop! Nem akarsz macsop lenni, Pati? Izomlegény. De nem, hát amúgy is ki akarom maxolni a dexet. Random macsopot meg nem gondoltam, hogy ilyen. Hónap már nem csak. Nehéz, de behúzott a Mirtusnak egy jobb horgot. Egy, kettő, három. Bam!
Na, az emoji alatt lehet a macsopnak nevet adni. Ha van még, aki nem nevezett el, akkor nyilván lehet ő is. A kis izmos harcos. A megfogalmazás miatt Arceus ezt töröltem, köszi. Csak egy olyan szó volt, amit nem olvasok fel. Na, macsoknak senki. Senki nem akar. Mondasz egy macsop nevet? Grey. Nem értem, G-R... O... C-E... Gra... C-E... C-H... C-E... Grace, igen. Jó, én azt értettem, hogy Grét. Á, szárnyas lány, sokára írtad, már Grét lett. Grace. Grét. Na, három Hillból. Hillból se ismerik. Mi van itt a pokorban? Még egy macsot. Mondjuk erre jó a madár, várjál. Madárra gyorsabban lecsapjuk, úgyhogy jöhet az Ákos. Nézd, ahogy csicsereg. Közelről megnézi a madarat, szemléli, felméri. Hova üssön egy nagyot, de megcsipkedjük. Hát annyira nem ütött meg ott, mint vártam. Fókuszál a macsop. Még nem volt Vulpix, de érted, Pati, előttem egy itt rohangált 3-4 Vulpix. Behúz egyet a madárnak. Majdnem leütötte a madarat, akkor ezt benéztem, lehet, hogy leütik Ákos. Nájjájjáj, Ákos él túl, jó van, még mindig fókuszált a macsop, nincsen gyors támadásod? Hát nincs. Még jó, hogy gyorsabb vagy. Pati, az éjszakai bagoljon, nem álmos még ilyenkor. Na, Mirtus 16-os. És Mirtus tovább fejlődik. Oda néz a nagy múra. Ennyi túlélő vagy. A kapucni is eltakart szájú nyúl. Lesz szerinted lesz 2023-ban Pokés Game 10 játékok-e? Hú, de furán fogalmaztál, Ricsi nagy, de amúgy szerintem lesz ugyanúgy Pokés játék, igen. De még idén is jön ki új. Novemberben. A Scarlet. Na? Érkezik Vulpix, vagy elvitték mindet? Ott van! Nem, az egy Gossiflor. Mint Kakashi úgy néz ki. Fejpánt hiányzik, ja. Jó, muszáj tovább menni, nem ilyen Vulpix. Nem baj. Megküzdünk. Nézd, a kislány itt áll. Ő nem más, mint Schoolgirl Hanna. Ide kreatív név. De jól meg lett animálva. És van egy páncsámpja. Na, az igazi nyúl és a medve. Double kick. Ja, de várjál, páncsámp harcos. Hopp, ez Dave-be nézte. Cuki kis medve. Boom a fejbe. Hagyjunk neki egy tüzet. Jó, ez szépen levitte. Egész szépen. Csak utána már figyelni kell a Mirtusról, hogy alig maradt HP-ja. Oké. Nagyon jól lejött a 13-as. Lesz belőlem nagy varjú? Hát az a terv. A zigzagúnok, menjetek már innen! De miért kell mindig berohanni elém? Sic!
Burnhill. Olyan gyorsak ezek a zigzagunok, gyerekek. Menj már onnan. Úgy. Nézzük a srácnak mi van. Marvin. Bugyú. Hát talán túléljük, hogyha valami növénytámadástól. Ja, hát együttés volt, de alábecsültük Mirtus. Gen 10 még sokára jön, 28-29, de az már nem switchre. Hát meglátjuk. Sose tudni. Gossifleur, hájj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 j
Egy. Jaj, de jó. Na, Ricsi, meg neked szóltak a válaszok, én meg azt olvastam fel. Ajusi 13-as. Elvettük a 750 pénzét. Üdv újra itt, már fejlődtél szinteket bőven, Leja. Na itt a Szonya! Ismered a Ben 10-et? Ja, na jobban. Van valami gőzház. Gőzgyártóház, vagy nem tudom. Gőzkéményes. Mit kapunk? Kötelet, hogy ki tudjak menekülni a barlangokból. Meg felhílelte a csapatot. Ideje volt. Ránk fért, mondjuk úgy. Ezek mik? A csacsi! Mudbray, de szeretem! A csacsesz. Csak el kéne kapni. Janának mi a kedvenc Ben 10 idegenje? Az nem tudom mi. Pati szeretné csacsi lenni? Igen, mert Patinak most fel van ajánlva, hogy valóban egy ilyen lógok neki. Szeretné csacsesz lenni? Igen. Azt írja, igen, jó. Akkor mindjárt elkapom a csacsit. Adunk egy hírbolt. A mesét szerette, csak azt mondja. Szia Izabella, mi újság, milyen napod volt? Na ott a Pati. És akkor Frog Pati legyen, vagy Pati legyen? Hogy nevezzük el? Írd meg, kérlek. 15-ös lett a channel, Noel 13-as, Ákos 15-ös. Az mindegy, jó, rendben. Legyen Frog Pati, és úgy biztos tudni fogjuk, hogy te vagy. Frog. De nem keresek alsó vonalat, ponttal leszel Pati. Amúgy látom, hogy ott volt az alsó vonal, de így, én így szeretném. Viszont Mudbray-t ötbe fogom tenni. Ajusi helyett, a bogár az most harmadrangú. Köszi a kérdést, itt vannak valami sziklák. Nem volt rossz, bár elég fáradt vagyok egész nap. Dika kuklops, mit lopsz kuklopsztán? Gips, gipszet lopsz kuklops. Egyszemű kődarab. Hát viszont ezt lerúgjuk így. Mennyi idő kell a Pokémon anime sorozatnak, hogy beérje a Pokémon Card és Pajzs Armor Ground Tour-ra? Én ezt bocsáss meg, Ricsi, de ahogy írsz a felét, nem nehezen tudom értelmezni. Még mindig nem tudok sajnos hieroglifát fejteni. Bár nem lenne utolsó dolog. Egy Clank! Clink! Őket is keverem. Hát tök mindegy, a fogaskerék. Azt attól félek, hogy egyből leütöm. Ez kár volt. Clank. Clink. Aha. Legalább látni láttuk, csak mellé rúgtam.
Jó, de akkor itt ilyen jöhet. Elkapunk egy-egy ilyet. A Rolikoli. Mit keresel babám ennyire? Frog patinál van egy bogyó. Most nézem. Van valami bodó rajta. Na hozzuk be lejárt ellene. Smackdown. Mondjuk az lenyom. Ó, bakker. Hát annyira nem. Tessék? Nem értem. Jó. Van nálam bogyó, ha már... Mert már rá akarok írni, ennyi. Ne, meg lesz most, jó vittük le. Csak ne ölje meg a leja! Na a szégyenetesét. Ezt is elkapjuk. Hírbollal. Megvan. Hát ennek a kődarabnak is lehet nevet adni, aki most a ribemoji alatt ír és még mondjuk nem nevezett el alapjáraton. Dave the King. Hát ez az egyszemű valami. Hát jó. De már te neveztél amúgy. Öt csak tűztípusú támadás legyen. Mi? Kőleves, jó rendben. Ó, oh, bakker! Hogy lehet elnevezni? Elnyomtam. Megnyitásból is el tudom nevezni, várjál. Meg tudom nyitni most már innen az összes pokém? Vagy nem? Várjál, elkapok még egyet. Vagy el tudom majd nevezni később, vagy hogy? R betűt, jó, rendben. Rendben, az lesz, akkor ezt csak gyorsan leverem. Úgy. Lehet az R betűnél is tudom. Na várjál. Pokémonok. R betű. Itt nem látok. Ja, Pokécenterbe lehet. Akkor a kőlevest jegyezzük meg, és ott majd el fogjuk nevezni. Viszont kijövünk ide, és azzal már nem küzdünk meg, akkor szerintem innen folytatjuk a következő részbe. De remélem jól éreztétek magatokat, hogyha lemaradtatok valamennyiről, akkor nézzétek majd vissza, és a héten most kevesebb live lesz, de a tagok már láthatják, hogy melyik nap mi várható. Több videó érkezik, és legyen szép napotok holnap is, további szép esét és jó éjszakát mindenkinek, ha van kedvetek akár, nézzétek vissza a tegnapi videót, vagy régebbi live-okat is, és ne felejtjétek el, a Titaku oldalán megtalálható a Mr. Mimos póló is, legyen további szép estétek, Monguftakát, sziasztok!